Szervusz, Lajos! Szia, szia! Te erre jártál? Épp erre jártam, gondoltam, benézek. Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Molnár Zoltán vagyok, az Őskép könyvkiadónak vagyok én a tulajdonosa. Az Őskép könyvkiadó magyar műveltséggel foglalkozik, népi vallásossággal, történelemmel, és mindazzal, amit a magyar nemzet az elmúlt néhány évszázad vagy évezred alatt összegyűjtött és megtartott, az elődeink megtartottak nekünk. Egy előadás sorozat van itt most már 2 éve a lenti teremben, minden szerdán ezekkel a témákkal. Ennek a sorozatnak az egyik állandó szereplője Szántai Lajos barátom. A mai este egyik főszereplője, a másik főszereplője pedig Lár András, akit szintén nagyon, sőt sokkal régebben ismerek, mint Lajost. Nem is mondok már ilyen számokat, mert ezek már igen nagy számok. Nagyon messzi távolban van már az, amikor mi először találkoztunk. És mivel a mai magyar valóságban 2 dolognak van igen komoly deficite, az egyik az a szeretet, a másik pedig a nemzettudat. Természetesen nem véletlenül van ennek deficite. Nem véletlenül igyekeznek ezt nagyon raffinált és nagyon tudatos módon az emberekből kiölni. Ezért én is ezeken az előadásokon, amik itt szerdánként vannak, minden előadót arra kérek, és talán nem is kell őket kérni, hogy a témának megfelelően, amennyire a témák engedik, mindenképpen legyen szó arról, hogy a magyar az igenis, hogy tud szeretni, a magyar azért él még most is, bár igen nehéz a helyzetünk már hosszú-hosszú idő óta, mert igenis, hogy tud szeretni, van Istene. És amikor én nem is olyan régen, elmentem a fiammal, Lár Andrásnak egy előadására, Besenyő Pista bácsi és egyebek, és aztán egyszer csak az előadás közepe felé, talán a szünet előtt egy 10 percet egészen egyszerűen váltott András, és a szeretetről kezdett el beszélni, arról, hogy miért fontos nekünk az, hogy szeressük egymást, miért fontos az Isten, és miért fontos a hit. Na akkor kezdett el bennem motoszkálni az, hogy milyen jó lenne, hogyha meghívhatnám őt is, és tartani itt egy előadást, de hát mi magyarok azért mégiscsak keresztények vagyunk, és úgy gondoltam, hogy jó lenne mellé egy olyan partner, akit ő is szívesen fogad, és a buddhizmus és a kereszténység közti nem különbséget, hanem a gyönyörűséges összesimulást lehetne érzékeltetni. És amikor utaztunk Lajossal, nem tudom már, hogy hová, akkor én mondtam neki, hogy nekem ez az ötletem támadt, és hogy azon gondolkozom, hogy ki legyen az, akivel ő beszélgetni, és Szántai Lajos azonnal rávágta, hogy hát én, ő, mármint, hogy ő. És akkor mondtam, hogy te ismered? És kiderült az, amit én nem tudtam, hogy ők nemhogy ismerik egymást, hanem együtt jártak a Körösi Csoma Sándor Egyetemre buddhológia szakon, illetve szimbológiát tanultak együtt, valamint asztrológiát is tanultak együtt, hogy immáron 20 éve ők, hát jó barátok, az, hogy a sors ugyanazokon az alapokon bár, de másfele vitte őket, hát ez az egy dolog, de ők nagyon is, hogy értik egymást, nagyon is egy nyelvet beszélnek, és nagyon nagy örömmel vállalta Lajos, és amikor ezt Andrásnak elmondtam, ő is azonnal azt mondta, hogy nagyon-nagyon szívesen. És akkor Aranyosi Bettinával, aki egyébként a nevének megfelelően nagyon aranyos és aranyat is ér, összehoztuk azt, hogy sikerüljön dátumot találni, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes előadás lesz ebből. Az, hogy nem nincs tele a hely, annak egy kicsit örülök, meg egy kicsit nem örülök. Valójában az, hogy az előadásra sor kerül, az azért van, mert a szeretet, mint olyan, tényleg nagyon hiányzik ma a magyar társadalomban, és ha nem lenne hiányzik, és az emberek rájönnének arra, hogy mennyire fontos, akkor biztos, hogy tele lenne a terem. Tehát valószínűleg ennek a deficitjét még nem nagyon érzik az emberek, de nagyon remélem, hogy itt, akik itt vannak, azok ezt végighallgatják, ezt az előadást, és ők maguk is megerősödve a hitükben, és megerősödve mindabban, amit itt majd hallanak, talán tovább tudják majd adni.
Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek, és köszönöm szépen az uraknak, hogy vállalták, és akkor tessék parancsolni. Lesz egy szünet, majd akkor én azt járzom. Na jó, hát akkor én is szeretettel köszöntök mindenkit. A helyzet az, hogy tényleg volt egy olyan időszak az életünkben, amikor közös iskolába jártunk, és én azért örültem ennek a fajta lehetőségnek, mert ha mondjuk buddhizmus az a tananyag volt, aztán az ember nem foglalkozik azzal a tananyaggal, amivel foglalkozni kellett volna, úgy néha megörvendünk annak, hogyha az élet mégiscsak behozza ezt a kérdéskört. Én személy szerint elsősorban a vallástörténet vonatkozásában tettem, vagy tenném fel azt a kérdést, hogy Magyarországon, Európa kellős közepén, a Kárpát-medencében, magyar nyelvterületen milyen esélyei, lehetőségei vannak magának a buddhizmusnak, hiszen ez egy keresztény ország, tehát ez vitathatatlan. És végeredményben maga az ős valláskutatás az nagyon szépen kijelölt egy utat, amit gyakorlatilag Magyarországon szerintem azért illene egy úgynevezett alaptanterv részévé tenni, mert az, hogy nekünk Kelet általában úgy csillan, úgy villan fel, mint valami gyönyörű, mesés, tündérországbeli valami, amit nem is biztos, hogy ismerünk, amit pedig ismerni kellene, arról pedig semmit nem tudunk, és ami pedig tényként jelenik meg, arról egy átlag egyetemet végzett, középiskolát végzett, vagy egyáltalán csak úgy a hétköznapi tudás sodrában benne lévő ember, az meg van győződve, hogy nekünk Kelethez semmiféle közünk nincsen. Legkevésbé, hogyha ősvallást keresünk, akkor miért kell ezt keresni? Hát nyilván ott van a sámánizmus, ott van valami természetimádó konglomerátum. Ezzel egyetlen egy probléma van, a sámánizmus nem vallás. És itt nincs vitának helye. A magyaroknak meg vallásuk volt. A vallás pedig, hát éppen a szimbológiai tanulmányok révén, Mireisz László, akitől nagyon sokat lehetett tanulni, ő már a kezdetekben, tehát én emlékszem, én a népmesékkel foglalkoztam, és mindig kérdeztem tőle, hogy ez a szimbólum mit jelent, az a jelkép mit jelent, akkor a népmese elemzés. Végeredményben az én egyik tanulmányom az szó szerint a szimbológián belül egy népmese elemzés volt, tehát egy ilyen típusú megközelítés. És kiderült, hogy nemhogy lehetősége van annak, mert minden néprajztudós elmondja, hogy népmeséink keleti eredetűek. Na igen, ám, de népdalaink is keleti eredetűek. Mi magunk is tulajdonképpen középeredetűek vagyunk, mert Európa kellős közepe és Ázsia kellős közepe ugyanarra a Szkítia névre hallgatott akkor is, mint amit most is tudni kellene róla. És Galeotto, aki Mátyás királynak volt az udvari embere, humanista tudós, Korvin Jánosnak írt, Mátyás király fiának egy kis bölcseleti könyvet. Én szó szerint azért felolvasom a címet, hogy utána lehessen járni. Galeotto Marzio könyve Mátyás király kiváló bölcs tréfás mondásairól, tetteiről fiához, a nemes János herceghez. Galeottóról tudni kell, hogy ő korának egyik legnagyobb csillagászai közé tartozik, és kevesen tudják miért, mert hát ezt illik nem tudni Magyarországon. Tehát valami hihetetlen az a hozzáállás a világhoz, ami itt, mondanám, álértelmiségi körökbe kialakult, hogy már oda jutunk sajnos, hogy magunktól bizonyos egyszerű biológiai folyamatokra sem vagyunk már lassan képesek, meg kell nézni, hogy nyugat-európai filmekben hogy csinálják a színészek, és akkor próbáljam el odahaza, hát ha akkor meg tudom tanulni. Tehát az, hogy itt van önálló műveltség, van önálló tudás, van önálló hagyomány a legmagasabb szinten, az sajnos lekerült a napirendről. Nem árt tudni, hogy a kopernikuszi világkép, amikor megjelenik, ez már egy kicsit ilyen, hogy mondjam, lerágott csontként mutatkozik meg.
minden csillagász elmondja elsősorban Amerikában, Angliában, Németországban, Kínában, hogy a kopernikuszi világkép az gyakorlatilag vagy 50 évvel, vagy 60 évvel korábban Magyarországon, Budán már kiérlelt módon elkészült, már jelen volt. És többek között Galeotto is ebbe a műfajba tartozott. Tehát, és itt nem az a lényeg, hogy milyen központú a világ, pontosan tudták, hogy az égitestek a nap körül keringenek, de mi mégis a Földön élünk, tehát nem napközpontú a világ, hanem földközpontú. És Mátyás király udvarában ennek volt egy nagyon szép, hogy úgy mondjam, megfoghatósága, hogy nehogy egyik végletből átessünk a másikra, és Galeotto többek között Regio Montanus mellett ennek volt a bajnoka. Következőt írja a 31. bölcsmondásban. Buda hegyen épült város, mellette folyik el a Duna. Honnan vette a nevét? Most kihagyok néhány gondolatot. Attól a szent férfiútól, most ki lehet találni, hogy Buda honnan nyerte a nevét. Attól a szent férfiútól. Tehát még egyszer elmondom, szent férfiú, és nem délibábos magyarok keresnek dicső őseket, hanem nem már tudni, hogy az egész európai művelt világ így tudja. Akkor mi miért nem tudjuk? Hát el szokták mondani, ezt én is úgy hallottam, ide jön Távol-Keletről mondjuk egy turista, beül egy taxiba, és megkérdezi, hogy ez a Buda, ez azzal a Budával azonos, név szerint? Hát valószínűleg abban a pillanatban le lesz beszélve, hogy mi finnugorok vagyunk, ennek semmi köze nincsen ahhoz, és nagyon okosnak érezzük magunkat. Tehát gyorsan befejezem az idézetet. Szent férfiútól, akit Budának neveztek. Nem mintha alapítója lett volna, hanem mert olyan kiváló volt, hogy az ő nevét adták neki. Gondoljuk végig, 1470-es, 80-as évek, 80-as, mert 73-ban született Korvin János. Tehát Buda, a városnév, én is tudom, hogy Attila testvére Buda, Buda, csak hozzá kell tenni, hogy Buda honnan kapta a nevét, Attila testvére Buda. Ez egy szellemi méltóság, ez egy magas rendű, majd András erről beszélni fog, ez egy rendkívül emelkedett. Azt kell mondani, hogy gyakorlatilag a felébredésnek az a szintje, amit már emberi szintről nem lehet meghaladni. Tehát Attila testvére Buda, nem személyigazolvány szerint hívták őt Budának, hogy kedves Butika, gyere szépen ide, hanem ez volt a méltóság neve, ez volt a rangja. Tehát egy kontemplatív életvitelnek volt a képviselője a legmagasabb szellemi szinten, és ennek a kiegészítő párja a testvére Attila, aki egy aktív életvitelnek volt, egy világkirályi életvitelnek volt a képviselője. Buddha Jermos tanúsága szerint, na most Szent Jermos tudnivaló, hogy a Kárpát-medence szülöttje. Gyakorlatilag egyházatjának számít. Amikor ilyen oroszlánt látunk nem Márk mellett, hanem valaki más mellett, na az a Szent Jermos, aki szépen a szent szövegeket fordítja héberről, fordítja görögről, fordítja le szépen latinra. És ha keressük a vallások közötti átmeneti lehetőségeket, és gondolom sejtünk valamit, a mai világban megint vallási problémák köré próbálnak háborús konfliktusokat rendezni, ami egy kicsit fájdalmas dolog. Mert az iszlámon is belül megvan az a lehetőség, hogy nyugodtan rendet lehetne teremteni, nyugodtan. Egy gyors kitérő, jártunk annak idején Damaszkuszba, az Omayyad mecsetbe, és az ottani vezető, hát Szíriában, Szíria fővárosa, miután bevitt minket a mecsetbe, úgy mondta, hogy három nagy tornyot lehet látni, minaretet látni, a legmagasabbnak a neve Isza. Iszának van építve. Na most gondolom, tudjuk, hogy Isza ki az iszlám hagyja, ez Jézus. Na most ott mindenki levegőt vett, hogy már elnézést kérek, kinek tetszettek építeni azt a karcsú legmagasabbat a három közül? Hát Iszának, vagyis Jézusnak. És miért? Mert a világ végén vissza fog jönni, mennyből fog alászállni, és hogy ne nagyon keresgélje azt, hogy ő hol akart először mondjuk talajt fogni, hát gyorsan építettek neki ilyen nagy karcsú minaretet, hogy minél hamarabb oda találjon. Bementünk a
templomba, templom idézőjelbe, tehát bementünk oda, gyerekek szaladgáltak a szőnyegeken, csillárok lógtak, ez egy hatalmas nagy, hát az egész iszlám világnak az egyik harmadik vagy negyedik legnagyobb szentélye. Olyan élet volt bent, hogy az ember érzékelte, hát igen, itt kezdődik egy belső tere mondjuk egy szentélynek. Tehát nem megjátsszuk magunkat, hogy most nem tudom milyen rideg, hideg áhítatot, hanem vegyük észre, hogy övék a mennyek országa, és ha olyanok nem lesztek, mint egy kisgyermek, na most ott röpködtek a gyerekek. És érdekes módon senkit nem zavart az áhítatba. De tényleg senkit. És hogyha egy gyerek mondjuk ilyen magasságban röpült el mellettünk, mert előfordult, ilyen különös hangok kibocsátása révén, akkor egyszer csak megjelent egy ember, pálca volt a kezébe, és így rásuhintott. Na, a szülők nem szaladtak össze, a gyerek egy kicsit csendesebb lett, és minden helyére került. És bent a templomban volt egy hatalmas nagy üvegépítmény, zöld volt, és ott pedig keresztelő Szent János fejét őrzik mind a mai napig. Most gondoljuk végig. És akkor szükség van a háborúságra, vagy bármire? Hát egy pillanat alatt gyakorlatilag rendet lehetne a világba teremteni. Hát keresztelő Szent János készíti elő Jézusnak az utat. Jézust várják vissza. És gondoljuk végig, az unitárius vallás, erről szokták azt mondani, meg az ariánus a kereszténységen belül, ez áll legközelebb az iszlámhoz. Tehát nincs Szent Háromság, Jézus ott is nem Isten fiú, hanem egy tökéletes ember. Tehát nyugodtan meg lehetne találni a összeköttetést, és talán a buddhizmus ebből a szempontból sokkal könnyebb helyzetben van, mert mindig a szelídebb és a szeretetteljesebb utat járta, csak ami felmerül kérdésként, hogy ífeszítő népek egyszer csak buddhista vallást miért veszik fel, például a kusánok, azok bizony rokon népek, és buddhisták voltak. Na, befejezem a mondatot, és akkor mármint az idézet felolvasását, tehát Buda Jermos tanúsága szerint, Szent Jermos őskeresztény jelenség, tehát nem tudom, hogy érzékelünk-e valamit. Hát itt gyakorlatilag már minden alap réges-rég megvan, csak igyekeznek nem bevinni a köztudatba. Tehát Buda Jermos tanúsága szerint India bölcseinél, akiket önsanyargató brahminoknak, hát itt nyilván Galeotto azért innen nézve bele lehet kötni vallási szinten, hogy ez nem egészen úgy van, de ezt most elnézzük neki, önsanyargató brahminoknak neveznek, tanaik feje volt. Azt hirdetik róla, hogy ők maguk, hogy egy szűz szülte az oldalából. Tehát szűz szülte. Nota bene májának nevezik, a májá pedig, hát ha én ezt egy LRJ mással hangzó kategórián belül a jének, elnek, erre váltó hangja, akkor májá és mária, hát nem kell itt nagyon nekünk bocsánatot kérni dolgokért. Már most ez a születés igaz-e, vagy nem, mondja Galeotto, csillagász többek között, tehát tudós. Tehát neki most nem hivatala eldönteni, hogy Jézus születés előtt 6. században Budát valóban szűzszülte el a világra. Nem ez a lényeg szempontjából. Már most, hogy ez a születés igaz-e, vagy nem, nem tartom lényegesnek, de az bizonyos, hogy Budának hívták azt a bölcs férfiút, aki az indusok vallási tanát létrehozta. Ezt azért mondom, mert Magyarországon többnyire megőrizték a hasonlóságot a kiváló emberek neveivel. Tehát Körösi Csoma Sándor, aki azért neves tanulmányokat fektetett le és folytatott a buddhizmuson belül, a tibeti buddhizmus, angol-tibeti nyelvtan, angol-tibeti szótár vonatkozásában, Észak-Indiában tartózkodva, meghökkenve tapasztalva, nyilván azért nem esett kétségbe, hogy gyakorlatilag a földrajzi nevek tökéletes fedésben vannak, és családnevek az erdélyi földrajzi és családi nevekkel. És akkor ki volt az első déli bábos nyelvészünk? Galeotto, aki felhívja a figyelmét, bizony itt az a Buda, ami Buda. És valószínűleg ez Mátyás király ugyanígy tudta. És még egyetlen egy a hangulatteremtés kedvéért egy gyönyörű szép zsoltárt vagy himnuszt fogok mihez képest felolvasni. Liliomhoz volt-e nő hasonló, akit, hát a nevét most nem mondom ki, majd ki kell találni.
Épp ezért neveztek, tehát úgy nevezték, ahogy hívták. Na most nem nehéz kitalálni, hogy kit szoktak Liliommal ábrázolni, tehát Liliomhoz volt-e nő hasonló. Őt senkivel nem lehet egybevetni. Az ég királynőjére szállt a lélek, s fenséges méhét a menny áthatotta, nem elegyedett bú az anyaságba, szeplőtelen maradt és szép a lelke. Buddha, Charita, Kávja, 3-tól 6-ig terjedő fejezete. Ez Mayá Déviről szól, Budának az édesanyjáról. Most jövök én. Fú, annyira jó. Ezt örömmel hallgatom. Hát igen. Bevallom, hogy én a buddhizmus oldaláról is ezt ugyanezt látom. Teljesen egyértelmű. Hát az én szaktudásom ilyen szinten, ilyen történelmi témában eléggé csekélyke. Tehát bocsánatot kérek, hogy én máshonnan közelítek, bár Galeottóról már hallottam én is, tehát azért van valami némi műveltségi összecsengésem a Lajossal. Hát az egy nagyon érdekes dolog számomra, hogy ugye van egy vallás, ez a kereszténység, vagy még inkább azt mondom, hogy krisztusi tan, a Krisztus tana, ami érdekes módon, ha csak a parancsolatokat nézzük, az erkölcsi szabályokat, tökéletes fedésben vannak a buddhista erkölcsi szabályokkal. Tehát nincs eltérés, képzeljétek el. Ez egy nagyon érdekes dolog. És a másik, hogy a konklúzió. Ugye Krisztus azt mondja, hogy a szeretet. És a buddhizmus, bár nem pont a szeretet szót használja, de a lényege az ez. Tehát az első másodperctől kezdve például a Buddha rendje annak idején, az időszámításunk előtti 5. illetve 4. század között tevékenykedett Buddha, az a szerzetes rend, amit létrehozott, az egy kolduló rend volt. Tehát szélsőségesen az alázatra építkezett. Na most nem a kereszténységnek az egyik legfontosabb kitétele az alázat? A másik folyamatos, tehát a szelídség, szeretet, a leges-legeső parancsolat a nem ártás elve a buddhizmusban. És ebből a nem ártásból fakad a többi, tehát mondjuk van egy ilyen, hogy pancsasíla az 5 erkölcsi szabály, amit ugye a alaperkölcsi szabályként Buddha annak idején, hát mondjuk azt, hogy megszabott. Az mind, a többi 4, az mind a nem ártásnak már a vetülete. Tehát az alapszabály a nem ártás, amire mondhatom azt, hogy szeretet. Voltak éppen az, mi a szeretet? Az egy aktív formája annak, amit úgy hívunk, hogy nem ártás. Igazából, amikor segítem a másikat, az a szeretet, amikor én adok neki adományozás. Na most milyen marha érdekes, hogy a buddhizmusban az első másodperctől kezdve az adakozás, illetve az adományozás, az pontosan ugyanígy benne játszott a képben, és mint a legelső parancs nem ártás, amiből következtek az, hogy akkor nem hazudás, nem lopás, nem részegeskedés, meg kábítószerezés, meg nem illegális szexuális életélés. Tisztára egy az egybe, egy az egybe. És az más kérdés, hogy amikor valaki nagyon-nagyon komolyan vette ezt a dolgot, és ő lett maga a szerzetes, akkor bizony a korai szerzetes rendekben volt, hogy 250 szabály volt. Tehát nagyon-nagyon szigorú tudott lenni az az aszkétikus. Hát most tessék megnézni, a Loyolai Szent Ignácnak a gyakorlatos könyvét, amit én tanulmányoztam, mert volt olyan lelki gyakorlat, ahol kifejezetten direkt a szerint néztem az aznapi beosztásokat. Hát teljes fedésbe van, tehát a praxis, amit végez az ember, még az elmélkedésnek a módja is. Tehát pontosan az Ignác atya, ő már azt kell mondjam, hogy már felfogásában tökéletesen a buddhista tudattan oldaláról nézte a dolgokat. Az más kérdés, hogy istenkép, személyes istenkép volt végig. Tehát nem arról szól az a gyakorlatos könyv, hogy az Istent azt azért nem valahol önmagán kívül helyezve tisztelje.
De mégis önmagán belül azt gondolta, hogy az a megoldás, hogy a saját gondolatainkat, saját érzéseinket, saját szándékainkat kell folyamatosan figyelni, éberen, és állandóan ott végrehajtani a pici változtatásokat. Óriási! Én teljesen le voltam rökönyödve, amikor ezt elolvastam, ezt a gyakorlatos könyvet. Tehát tisztára, mint amit nekem a buddhista tanár mondott, hogy hogy kell szemlélődni az érzések meg a gondolatok fölött. Tehát maga a tan az teljes mértékben ugyanaz. És ehhez jön az a pici kis csemege, amit már biztos te is hallottál, Lajos, hogy rebesgetik egyesek, hogy abban a bizonyos 12 évben, amikor Jézusról nem lehet pontosan tudni, hogy hol volt, mert gyerekkorában tudunk talán 8 éves koráig valamit, és utána visszajön 30 évesen, és akkor 33 évesen végül is beteljesíti a küldetését, hogy van körülbelül 12 év, amit nem lehet tudni, hogy hol volt. És milyen érdekes, hogy viszont keleten a buddhista kolostorokban, meg egy csomó beavatás helyen ott van följegyezve a régi főjó, hogy ott volt. Egy csomó beavatást kapott a különböző helyeken, régi, a Szitja Birodalom spirituális beavató helyein kapott, a legkülönfélébb, legalább 3-4 helyen, ilyen nagy akkori beavató helyeken kapott beavatást. És plusz, hát mondom, tibeti kolostorban ott van a nyoma, hogy egy Jesu nevű tanítvány itt volt ekkor meg ekkor. És akkor szépen, 100%-osan kiképezve idézőjelben megjelenik megint Közel-Keleten, és terjeszti azt, amit terjeszt, bemutatja azokat a csodákat, amik szó szerint le vannak írva Patanjali Yoga Sutrában. A jóga által megszerezhető varázsképességek sorozatában tökéletesen benne van mindaz a csoda, amit Jézus véghez vitt. Tehát teljes fedésben vagyunk, teljes fedésben. Szóval az egy tévképzet, valóban tévképzett, és ráadásul mesterségesen létrehozott tévképzett, hogy a vallások azok egymással bármilyen módon is szemben állnak. Nem igaz. Tehát én direkt elolvastam a Koránt, amennyire hozzáférhető. Tehát nyilván nem lehet azt úgy olvasni, mert ugye, hogy az olyan nyelven van, hogy annak a saját lüktetése, meg a mit tudom én micsoda, hogy azt nem lehet felfogni a Korán nagyságát attól, hogy tartalmilag lefordítják. De a tartalmi fordításból azért kiderül, hogy miről szól. Na, én ezt a tartalmi fordítást olvastam. És nem, hogy egy hang nincs abban arról, amit most csinálnak a fundamentalisták, hanem pont az ellenkezője van. Tehát amikor konkrétan a háborúról van már szó, akkor Mohamed konkrétan mondja, van egy ilyen tanítás, hogy ha már mindenképpen kell háborúzni, akkor jó, rendben van, de menjetek egy olyan helyre, ahol nincs senki. Egy nagy lakatlan területen, egy nagy mezőre menjetek ki, és ott tessék elintézni, de úgy, hogy ne essen baj civilben, nőben, gyerekben, állatban, földben és épületben. Tehát se terményben, se épületben ne essen kár. És civilben, értitek? Ez óriási. Ez volt neki megmondva. Tehát a Koránban ez van. Na most oké, és a dzsihád, mint hogy szent harc, szent háború, hát nyilván egyrészt lehet úgy is nézni azt a fajta vetületét, hogy tényleg, hogyha konkrétan emberek egymásnak őrre mennek, akkor az azért lehet szent, de mondjuk ilyen körülmények között, hogy ennyire be kell tartani a nem ártás szemléletét, még akkor is háború esetén. Na de a legnagyobb dolog, hogy kint szintén a Koránban van, hogy valójában nem ezt jelenti a szent háború, hanem az embernek azt a harcát, amit a saját negatív tulajdonságai ellen vív. Ő maga belül csinálja a dzsihádot. Hát ez meg tiszta buddhizmus. A buddhizmus az, most mondok egy radikálisat, amiben én nagyon erőteljesen megtaláltam a saját utamat, a buddhizmuson belül is, az a Vijñāna váda, más néven Cittamátra, magyarul pedig tudattan. Tehát az a tudás a világról, hogy a jelenségek mindenestül a tudatban vannak, és nem máshol. Tehát minden egyes érzékelés, érzet, tapasztalás, gondolat, szándék, elképzelés, szenvedés vagy öröm, az mind a tudatban van. Mind. A tudatban van maga ez az egész világkép.
És hogyha csak gondolnánk arra, hogy esetleg van valami a tudaton kívül, esetleg, ezzel a gondolattal már behozzuk a tudaton belőle. Tehát még az a sejtelem, hogy hát ha azért van valami a tudaton kívül, abba a pillanatban behozza azt a tudaton belőle. Tehát ennyire minden a tudaton belül van. És ezért a buddhizmus radikális ebből a szempontból, hogy a tudaton belül dolgozik. Mert ráismer az ember arra, hogy a saját tudatának az épp aktualitás állapot, épp aktuális állapotától függ az, hogy mi az átélés, mi az épp aktuális tapasztalás. Mert a dolgok önmagukban nem bírnak önlényegűséggel. Nem lehet egy dologról megmondani egészen precízen, hogy mi, és azt sem lehet megmondani, hogy mikor. Mert képzeljétek el, hogy minden változásban van, és minden dolog ebben a változásban részt vesz, ő maga változik, és magának a dolognak az, hogy melyik periódusa éppen az, ami ő, azt nem lehet megmondani, hogy mikor teljesül be épp a dolog, mert már múlik el, és már egy kicsit más. De az is, arra mondhatjuk, hogy az is. Igen ám. De hogy a változások mely széles köre az, amit még dolognak tartunk, és mikor kezd már egy másik dologgá válni. Ez nem megmondható. Példa. Az, hogy facsoport-e az a valami, vagy liget, az nehezen megmondható. Hogy látok egy facsoportot, és azt mondom, hogy ott egy kis liget. Hát, és hogy nem lehet, hogy az inkább egy kis erdő? És hogy ha kis erdő, akkor nem lehet, hogy inkább egy közepes erdő? Vagy most mégis maradjunk a ligetnél, vagy csak egy facsoport? Nincs ilyen. Vagy az erdőn belül, az erdőben lévő fű az erdő? Ez nagyon érdekes kérdés. Csak és kizárólag a tudat dönti el. Az, hogy egy szék széke, vagy fotel, vagy esetleg karos szék, vagy egy karjától megfosztott karosszék. Nem lehet tudni, gyerekek. De ezek egy fontos, lényeges kérdések. Csak az aktuális tudat határozza meg, hogy mi micsoda. És a dolgok minősége, hogy valami jó, rossz vagy közömbös, az csak kizárólag attól függ, hogy én hogy állok a dologhoz. Mert ha például mondjuk egy kést veszek, ha azzal a késsel megszúrnak engem, az akkor rossz. De hogyha késsel el tudok vágni egy kötelet, ami éppen útban van, akkor jó. És hogyha a kés csak le van rakva, és én elkerülöm, akkor meg közömbös. És az ugyanaz a kés egyszerre. Mert négyen nézzük. És az négyféle. Konkrétan, tehát a minősége négyféle. És az, hogy a késhez hozzátartozik-e a nyele, és hogyha leszedjük róla a nyelét, akkor még kés. És hogy mennyire kell leszedni a nyelét ahhoz, hogy még kés legyen. És hogyha levágok a pengéjéből, akkor mikor válik már nem késsé? Mikor válik már csak kaparóvá? Tehát hány centit kell levágni egy késből ahhoz, hogy kaparó legyen? És amikor ott a kezemben a kaparó, akkor nem lehet, hogy még valaki bejön és azt mondja, hogy miért tartasz te egy kést a kezedben? Szóval ezek a fontos dolgok. Képzeljétek el, hogy életbevágóan fontos. Mert például most itt ebben a pillanatban kijelentem, képzeljétek el, mert megmerem tenni, bár nagyon nagy bátorság, hogy ilyen, hogy Fradi nincs. Az egy ráfogás. És mindig épp aktuálisan valamire ráfogják, hogy az a Fradi, de az, amire ráfogják, az mindig valami más. Mert már ugye a játékosok nem a Fradi, mert azok már rég meghaltak. Vagy újabb játékosok jönnek, aki régen a Dózsában volt, most Fradi. Mitől lett Fradi? Hát attól, hogy azt mondták rá, hogy eddig voltál Dózsás, most már Fradi vagy. De az az ember el is mehet, mert a Dózsás is Fradi is mindegy, és jön egy másik, aki már néger, de még mindig Fradi. Tehát az, hogy ki lehet Fradi, az nincs megmondva. Na de az a baj, hogy a ház se Fradi, amire rámondták, hogy Fradi szék, az már rég le van bontva. A Fradi pálya se Fradi, mert szétbontották, és még közben mégis úgy csináltak, mintha lenne Fradi, pedig nem volt pálya. Erre építettek egy új pályát, és most van megint Fradi. De közben az emberek végig azt hitték, hogy ilyen van. Hogy Fradi. És tudjátok, hogy mit számít ez?
Én például nem hiszem, hogy van Fradi. És éppen ezért nem megyek Fradi meccsre. Ezért nem fogok léccel megverni egy másik embert, aki a Dózsát üvölti, vagy az MTK-t. És engem se ver meg egy olyan ember, aki a Dózsát üvölti. Miért? Mert nem hiszek abban, hogy van Fradi. Hát jó, több mindenbe lehet hinni. Vannak, akik a Dózsába hisznek. Vannak, akik az MTK-ba hisznek. Én egyikbe se hiszek. De ez a lényeg, gyerekek, hogy ilyenkor például ez az alapvető hit. Ez nagyon lényeges, mert egy olyan ember, aki például hisz abban, hogy mondjuk jobboldal, vagy baloldal, vagy középbal, vagy kisgazdapárt, vagy bármi, ilyenbe hisz, az még a végén képes kimenni az utcára, és még kővel megdobálná a másikat. Hát nem. Hát ahhoz kell az a hit, hogy vesszen a, mit tudom én, kicsoda. Tehát ez, hogy vesszen a valaki, direkt nem mondok neveket, nem veszem a számra. Hát mindegy, hogy ki. Tehát az a lényeg, hogy mindegy, hogy vesszen, tűnjön, takarodjon. Hát mindig éppen ki lehet menni az utcára és mondani, hogy takarodjon, de ahhoz kell az a hit, hogy az a valami épp van. És én meg az egészben nem hiszek. Miért? Mert én a tudatban hiszek. A tudatban pedig van minden. Miért? Mert a tudat azt mondta, még annak idején, hogy legyen minden. És lám lett. Van minden. Na most innentől. A legfontosabb dolgunk, hogy rendet tegyünk magunkban a létezésben. Mert ha bennünk rend van a létezéssel kapcsolatban, akkor érdekes módon a létezés is rendformájába kapcsolódik hozzánk. Pláne ugye az a mázlink, hogy ez az egész a tudatban van. Tehát ahol a tudatban egyszer csinálok valamit, az ugyanabban a tudatban lesz még mindig. Csak ugye ez a tudat közös. Tehát nem úgy van, hogy nekem van a tudatom, és ti pedig ilyen kis golyóbisok vagytok, akik ilyen kis csúnya testekre vannak rászerelve. Ugye, hogy milyen rossz gondolat. Tehát nem így van. Szóval az a jó, ilyenek inspirálnak engem, hogy például a Schopenhauer bácsi azt mondta egyszer, és az nekem nagyon-nagyon a lelkembe megmaradt, sőt a tudatomban egyszer s mindenkora, hogy mindenki, aki egyszer is elgondolta, kimondta vagy leírta azt a szót, hogy én, az ugyanarra az énre gondolt. Ez jelentős. Tehát az, amikor mi azt mondjuk magunkban, hogy én, az semmiben nem különbözik attól, mint amikor valaki más mondja magára azt, hogy én, csak mindenki mást ért rajta. Mert egy valaki az úgy érti, hogy én vagyok az, aki ülök a kis zakómban. A másik pedig azt érzi, hogy én vagyok az, aki ülök a kis szoknyácskámban. De ennyi a különbség, nem több. Mert az én élmény az ugyanaz. És ez a magyar, na itt jön a magyar. Hogy voltak éppen ebből a mondásból az derül ki, hogy egy én van. És az az egy én néz ki a mi szemünkön. Mindnyájunknak a szemén külön-külön kinéz az én. Miért? Mert az én kíváncsi. Az én, na ez az egy a kritérium, ugye, hogy ez az én tapasztalni akar, kíváncsi. Tehát ő kinéz a szemünkön. De mindegyikünknek a szemén. És ugyanaz az én, és egy én van, és közben mi egyének vagyunk. Mindegyikünk egy egyén. Miközben egy én van. Hát ez óriási. Na ez a szeretet alapja. Mert hogyha tényleg ez így igaz, már pedig így, akkor mi természetünktől fogva testvérek vagyunk. Tehát nem is kell külön egy rózsaszín ködöt, vagy valami lelki cukormászt erre gondolni, hanem csak ahogy van, természetesen. És ez a felismerés például a tudattanból abszolút fakad. Tehát a Vizsnyána váda, amik egy eléggé komplikáltan előadható valami, tehát szívesen előadom, csak most ne kelljen ilyen szanszkrit kifejezéseket használni. A lényeg az, hogy van egy végtelen tudattenger. Az Alaya Vizsnyána, az abszolút tudat, az eredeti tudat, maga a tudat.
és annak a hullámai, a mi kis egyéni tudataink. És azok a kis hullámok, azok mindegyike egy Klista Manovizsnyána, aki azt jelenti, hogy egy tévedésbe esett tudat. Azért, mert azonosítja magát azzal, akinek hiszi magát. Tehát mindenki egy egyéni tudat, és szükségképpen, hát úgy is lehet mondani, hogy az illúzió által megtévesztett tudat. Tehát komolyan vesszük azt, hogy mi különállóak vagyunk. És a valóság az az, hogy nem vagyunk különállóak. És ez a tévedés, hogy de igen, különállóak vagyunk. De a Klista Manovizsnyána az a Álaja Vizsnyánának a része. Tehát ugyanaz, olyan, mint a tenger és a hullámai, hogy nincsen a hullám és a tenger között különbség, de nem is azonosak. Így vagyunk az Istennel, hogy Isten és mi közöttünk nincs különbség, de mégsem vagyunk vele teljesen azonosak. De nem azért, mert különbözünk. Szóval gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a tiszta belátás alapján, ami a buddhizmus lényege, mert a tiszta belátás a buddhi, a tiszta értelem, a tiszta belátás, ami a mi lelkünk és tudatunk sajátossága, létező, meglévő, elveszíthetetlen sajátossága az a tisztánlátás, amikor ez teljesen áthatja az ember tudatát, akkor lesz buddha. Na de milyen érdekes, hogy ezen az úton keresztül logikusan, tökéletesen, tisztán, kristálytisztán eljutunk a szeretethez. Nem érzelmi alapon, hogy de szeresd a fele barátodat, meg különben mit tudom én, hanem magától úgy van, ha belátjuk, akkor kész, akkor nincs helye másnak, mint a szeretetnek. Tehát tulajdonképpen teljesen így kapcsolódik a krisztusi tanítás, a buddhai tanításhoz. Valójában aspektus különbség van. Nézőpont kérdés. Buddha következetesen visszatereli az embert önmagába, az összes probléma megoldással. És direkt ezért a korai buddhizmusban levágja a gyakorlóról a külvilágnak a békjóit. Azt mondja, hogy aki buddhizmust akar gyakorolni, az tessék eljönni a rendbe. De az akkor tessék otthagyni a világi dolgokat, nem kell vagyon, meg ízé, mindent osszatok szét, csináljuk, gyertek ide, holnaptól koldulni kell, kolduló csészével. És mostantól az a szabály, hogy amit beledobnak a kolduló csészébe, meg kell enni. És ezért aztán lehetett gúnytűzni, ugye a szerzetessel, hogy beletenni egy kis ürüléket, és akkor tessék, egye meg. Tehát azért voltak ott is atrocitások ilyen szinten. Na lényeg az, hogy azért a buddhizmus változott, ugye, a kora, és hogy kezdődött? Még Buddha életében elkezdődött, ugye, egy szigorú férfi rendet hozott létre. Mert hát miért? Nem véletlenül, mert ugye a két nem közötti működésbeli sajátosság, közötti különbség. Hát egy nő, aki a saját testéből megszül egy gyereket, és utána érzi, tehát gyakorlatilag a sors által rábízott feladat, hogy azt föl kell nevelni, az nem mehet el a gyereke mellől, otthagyva, hogy mostantól szoptassa a szomszéd, és nem mehet el a szerzetes rendbe. Logikus. De egy férfi, az elmehet. Annak ebben az értelemben ilyen értelmű biológiai karmája neki nincs ilyen erős, mint egy nőnek. Tehát igenis, egy férfi megteheti, hogy mindent otthagy, azt elmegy. Hát nyilván a tisztességesebbje azért megoldotta, hogy a hátra maradtak azért. Tehát például Buddha elmehetett az otthontalanságba, mert a pénz ott maradt. Nem vitt el egy fikarsznit se semmit. Még a lovát is visszaküldte. Tehát az azért érdekes, hogy tudni kell, hogy más a feladata tulajdonképpen a nőknek és a férfiaknak. A nőknek már most a biológiai életükben, ebben a mostani születésükben a legnagyobb csoda ott van az életükbe berakva. A teremtés csodája, mert azt, amikor ott vita fölött áll, amikor egy nőnek a testében elkezd növekedni a gyerek, és utána ő megszüli, az egy akkora csoda beavatás, hogy egy férfi csak így alulról álmélkodhat, mint ahogy én szoktam álmélkodni. Tehát amikor láttam a feleségemet szülni, hát ezt el kell, hogy mondjam, hogy úgy bőgtem, mint egy záporeső a meghatottságtól, hogy ekkora csodát látok. Ez hihetetlen, hogy megpuhulnak a csontok. Hát mi? Hogy? Hát egy ekkora kis luk van ott, és lesz bőle egy ekkora. Na de hát az meg van csontosodva, hát az ott össze van nőve, meg ott, és
amikor szülni kell, akkor ez kinyílik. És utána nőnek jön a teja melléből. Hát micsoda, hát én bármit csinálhatok, nekem nem jön teja mellemből. Hát bármilyen workshopra elmehetek. Megkaphatok 8 beavatást. Hiába se szülni nem fog tudni soha, se tejet a mellem nem tud adni. Nem tud, gyerekek, ezt kell megérteni, hogy egy ekkora csoda van a nőre. De ez komoly, ezt tiszta szívből mondom, hogy isteni csoda történik minden nővel, amikor gyereket szül. És azt a nő tudja. Hát ő pontosan úgy fogadja a gyerekét, mint a nagyobbat, mint a szerelem. Tehát eleve szerelmes a gyerekébe, de persze nem szexuálisan. De hát ez még nagyobb, mint a szerelem. Tehát mi férfiak, mi mondjuk jó, egy nagy, hatalmas égi szerelem, mekkora ez, és a költők, múzsa, meg mit tudom én, és akkor írja, hogy jó, lillához, égiekkel játszom, mit tudom én, földéke játszom, égi tünemény, és akkor írja, és a mai napig egy beszélünk róla. Na de mire megy vele? Hát ahhoz képest, amit a nő produkált. Tehát én nagyon nőhódoló vagyok. De hozzáteszem, hogy én ugyanilyen nagyra tartom a férfiakat. Mert a férfinak ugyanez a teremtő képesség a tudatában van. Ez a helyzet. Itt a különbség. Hogy amit a nő itt meg tud csinálni, azt a férfinak ki kell magából szenvedni a művészettel, vagy a találmányával, vagy a világ megváltással. Hát mi például így ez az utóbbi, tehát a Lajos meg én, így a világ megváltás irányába. Nem? Hát szóval, de mondjuk abszolút szerényen tesszük, tehát így eléggé szűk is a hatáskörünk. Tehát nem túl sokan kíváncsiak a mi világ megváltásunkra, de azért elegen. Tehát azért... Nem fogunk beleesni abba a hibába, hogy fölállok, mint hogy régen a párgyűlésen, hogy elvtársak, megszidom önöket, hogy önök milyen kevesen vannak. Kevesen jöttek el önök. De ő szegény, hiába lett megszidva, ő pont elment. De ő van megszidva, hogy a többi nem jött el. Tehát ezt nem mondom. Nem hülyeség. Övtársak, önöket megszidom, mert kevesen vannak. De nem tudok többen lenni. Akárhova megyek, mindig csak én vagyok ott. Ez a másik ugyanilyen hülyeség, hogy bemegy az ember, tudjátok, abban a rettenetes Tesco-ba, vagy valami hasonló baromság helyre, ami direkt azért van építve, hogy az emberek megbolonduljanak. Tehát konkrétan, szándékosan az létre van hozva a 100%-os tudat elrabló baromság, és ott mindenki a kezébe nyomnak. Van olyan, hogy még alternatíva sincs, voltam olyan helyen, konkrétan ugyanilyen izébe, ahol mindenkinek a kezébe nyomták azt a rettenetes fémszekeret, de nagyot, tehát nem a kis izé, ekkora. És tessék a szűk járatokba menni. És mindenki ezzel megy a szűk járatba, és böki föl a másikat, csattognak az izék, a láncok, meg a keretek, és képzeljétek el, hogy mindenki azzal megy, hogy hú, de sokan vannak. De nem a mások vannak sokan. Hát amíg ő nem volt ott, addig egyel kevesebben voltak azért. Tehát ahhoz, hogy ilyen sokan legyenek, neki oda be kellett menni. Istenem. Na mindegy. Most képzeljétek el, hogy mennyivel jobb az élet, hogyha ezeket mi tehát átlépjük tudatilag. Nem hiszünk abban, hogy én vagyok az egyedüli jó fej, és a többi a másokat többi hülyék. Na, tehát az a lényeg. Mindig, ahol vagyunk, ott a mások a hülyék, nem? Csak az a baj, hogy mindegyik oldalról így néz ki. Tehát gyakorlatilag mindenki épp baromira beképzelten ül, és mindenki más hülye körülött. Tehát csak ez a probléma, hogy mindenhonnan így néz ki. Na most ez viszont teljesen szeretetellenes. És azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon szomorúan tapasztaltam az életem során, hogy szándékosan létrehozott szeretettelen helyzetek vannak. Direkt akarnak minket összeugrasztani. A legnagyobb hülyeségek révén. Hát egy normális ember nem megy ki üvöltözni az utcára egy másik ember ellen. Hát az csak egy szomszéd, három házzal arrébb lakik, ugyanúgy a konyhába keni a kenyerét. Tehát azon nincsen mit leordítani.
És képzeljétek el, hogy két konyhában, a város két különböző pontján úgy, mennyire elkeseredhetnek az emberek, mennyire el lehetnek keseredni, hogyha egyszer föláll a figura a kis hokedlira, azt mondja, na, jól ők ám, most lemegyek tüntetni. Én megmondom ezeknek. Itt a három házal arrébb, meg a másik, Jolikám, én lemegyek, ezt megmondom. És ezek oda mennek, és egymásra üvöltenek. Hát ez látványosan egy tönkretétel, gyerekek. Hát mi tök jóba lennénk, hát tényleg igaz, hogy mi a testvérek vagyunk. Ez valóban igaz, ez kiderül egy normális beszélgetésből. Hát bármelyik ötökkel leülnénk beszélgetni, körülbelül 10 perc alatt egyetértenénk. Hát nincs is olyan téma, amiben, hát mi, nincs. Nincs olyan téma, amiben ne lehetne egyetérteni. Hát mindenkinek ugyanaz a problémája. Ugyanannak örül, ugyanaz. Na most ezt képzeljétek, hogy az egész földgolyón így van, de vannak olyanok, akik szeretnék, hogy ez ne legyen így. És ezt már nagyon régóta vannak ilyenek, és már nagyon régóta szeretnék. Na de ezt én nem kutatom. Ehhez én nem értek. Viszont ahhoz értek, hogy a tudatomban létrehozzam a változást. Mert ha már én nem vagyok dühös, azzal megadom az esélyt, hogy a másik se legyen. De ha én dühös vagyok, akkor tuti, hogy a másik is bedühödik. Tessék megpróbálni egy hivatalba úgy bemenni, hogy előtte másfél órát vártam, és már eleve nézem, hogy kik mennek még be előttem, ugye csókosok, és akkor bemegyek, és még ráadásul nem figyel oda az a valaki, aki ott ül a kirakat mögött, és akkor én oda szólok, hogy most van ez az, és akkor azt mondja, tessék. Tehát gyakorlatilag abban a másodpercben az összes negatív érzelem, meg minden kiborul, és mindenkinek van épp elég baja, mert aki reggel 7 óra óta ott ül az ablak mögött, az is pont éppen így van a teteje, a feje tetején csapát az izé, és akik jönnek oda azoknak is, és ezek az emberek már eleve mesterségesen szembe vannak állítva egymással. De tessék megnézni, milyen ugyanez a helyzet, ha az ember például, mint ahogy én szoktam, bevallom, ez most már kicsit módszertechnikai, hogy én az Om Mani Padme Hum mantrával el vagyok. Ha másfél órát kell üldögélni, akkor én másfél órán keresztül vagy félhangosan, vagy teljesen hangtalanul, vagy ha nem hallják, akkor egy kicsit hangosabban, én azt sem, hogy Om Mani Padme Hum mantrával el vagyok. Nem is hallják. Na de az Om Mani Padme Hum mantra, az az egyetemes jó akarat mantrája. Az az összes létforma felé folyamatosan nyomja a jó akaratot, a harmóniát. Arról szól a mantra. Óriási. Tisztára olyan, mint hogyha lehetne. Biztos keresztény vonalon is van ilyen szeretett mantra, vagy valami ilyesmi, nem? Amit az ember mondhat. Ugye? Na, hát ez az. Szóval gyakorlatilag, ha az ember a tudatában állandóan föntartja ezt a fajta képet, akkor az biztos, hogy kiárad úgy, olyan módon, hogy akivel kapcsolatba kerülök, azzal nem lesz olyan típusú konfliktusom. Na, hát kb. Ennyit tudtam erről most így első körben elmondani. Jó. Fel lett dobva a magasra a labda. Hát nehéz innen tovább menni, mert gyakorlatilag minden bajnak a gyökere itt ki lett bontakoztatva, és fel lett tárva, és el lett mondva. És akkor tényleg felmerül mondjuk egy olyan kérdés, hogyha minden vallás ugyanazt tanítja, és minden ember ugyanazt akarja, akkor miért vannak a különbözőségek? De hát erre András kitért. Na most a Kárpát-medencén belül, tehát a magyarságon belül, hogy miért a kereszténység játssza a főszerepet, ugyanakkor pedig a keleti gyökerek, bármennyire hihetetlen, bármennyire különös, gyakorlatilag mind a mai napig léteznek, de talán ez is félrevezető lehet, hogy mondjuk keleti gyökerek, mert ha elmegyek keletre, vagy elmegyek nyugatra, valószínűleg, hogyha éppen nem figyelek oda, akkor egy kínai nagyváros ugyanazt fogja produkálni, mint egy amerikai nagyváros. Tehát ilyen úton, módon úgy tűnik, hogy az égtájak már rég nem azt jelentik, amit névleg hirdetnek magukról. Van egy magyar népmese, a Világvándora herceg. És annak a Világvándora hercegnek
van egy útja, és hát tényleg itt jön ez a nagyon szép tanítási rendszer, hogy valami hiányzik az életéből. És innentől kezdve nyilvánvaló módon csak a szavak lesznek majd különbözőek, vagy éppen a meditációs utaknak a terminus technikusai, hogy most én Istennek nevezem, vagy tudatnak nevezem, vagy alajavicsnyána vádának nevezem, vagy a szeretet útjának nevezem. Tehát ezt azért minden embernek tényleg meg kellene érteni, hogy a másik ember is ott hordja a szemeit, ott nő ki neki a két keze, fölöttünk az ég, ugyanaz az ég, a föld az ugyanaz a föld, tehát van, ami egyetemes. Van, ami mindannyiunkra kötelező módon egyenes és egyetemes, és ezen belül kellene megtalálni az utat. A másik, ami részleges, tehát tényleg az, amit a buddhizmus az nem én tannak nevez, tehát ami gyakorlatilag úgy ott van, mert nem lehet azt mondani, hogy nincs ott, mert itt vagyunk ebben a világban, ott van a másik ember, lelépünk innen, esetleg megbotlunk, tehát ugyanúgy megjelenik a külső világ. Csak mégiscsak érdemes arra tényleg odafigyelni, amikor Jézus, és ilyenkor derül ki, hogy tulajdonképpen egy átlag keresztény létszemléleten belül legtöbb esetben mindent ismernek, kivéve Jézus tanításait. Tehát általában mindenről van szó, csak arról nem, ami mondjuk elhangzik. Nyilván egy 4 evangéliumból azért nem lehet mindent összehozni, de mégis ad egy hatalmas nagy, hogy úgy mondjam, konkrét útmutatást. És néha megejtő, meghökkentő mondatok hangoznak el, Isten keresők számára egy biztatás, amikor ő maga mondja, hogy hol kell keresni. Hát kívül biztos, hogy nem fogja senki megtalálni, hanem keresd belül. Tehát belül. És amikor példázatokba elmondja azt egyébként gyönyörű szépen, és ez már tényleg egy, most maradjunk annyiba, egy ilyen megismerési út, hogy egyszerre van belül, és egyszerre van kívül. Na most a kettőt mi fogja egybe? Ezt most tényleg nyugodtan nevezhetjük léleknek, nevezhetjük tudatnak. Tehát a külső világ és a belső világ a keresztény tanítás szerint is egy lényegű világ. Tehát ha belül kígyók acsarkodnak, viperák vicsorognak, akkor ez azt jelenti, hogy a világ körülöttünk mérgezetté válik. És az, hogy ténylegesen nyilván a buddhizmus valamilyen szempontból több idő volt keleten elmélkedni, odafigyelni, lehiggadni és lenyugodni, de azért nem kell elmenni keletre, hogy bárki pillanatok alatt egy áhítatos pillanatában rádöbbenjen arra, hogy minden egy. És tényleg minden hagyomány, varázs szava, minden tanítás, útmutatása az, hogy minden egy, és hogy András elmondta, ez tényleg nagyon szép, ez az egyén és egyénnek a kérdésköre. És a magyar nyelv az nagyon szépen rávezet ilyen személyes belső dolgok megoldására is. És a Világvándora hercegben van egy nagyon érdekes pillanat, elindulnak kelet felé, tehát úgymond kelet felé mennek, de mindig nyugat felé haladnak. Most gondoljuk végig, tehát egy ilyen begyepesedett, hogy úgy mondjam, szemléleti úton, olyan módon, hogy csak azért, mert kelet és én rácsodálkozok, és hasra esek, és azt mondom, hogy megvan oldva, és nincs megoldva semmi, mert a belső utat nem lehet megtakarítani, nem lehet másra áttestálni. És amikor Jézus tényleg nagyon szépen elmondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és egyszer csak Pál apostol rávágja, élek már nem én, hanem a Jézus él én bennem. Tehát itt megint lehet érzékelni bizony a tanítások, de ezek gyakorlatilag tényleg közhelyszámban mutatkoznak, mert nyilván minden vallás nem egy és ugyanaz, de mindig meg kell keresni, hogy mi az egyetemes, mi a részleges. Mi az, ami tényleg korhoz kötött, mi az, ami tényleg a kortársakhoz kötött, és mi az, ami maradandó, ami állandó, ami soha nem fog változni. És hát a mi útkeresésünk vonatkozásában, mert Magyarországon azért így lehetne 15 millió tudatot így kicsit úgy a nemzettudat szintjén egybe látni, ami hát most nagyon hősies, heroikus műveletnek tűnik. Tehát felmerül az, hogy
most történelmi szinten, hogy miért a kereszténységet választottuk, keletről jöttük, nem hoztunk valami vallást, ami mondjuk keleten volt, hiszen keletről jöttünk. Most nagyon érdekes, hogy éppen egy iszlám tudós, Al-Biruni, ráadásul még Indiában is él, a manikeizmusról nagyon sok jó, hasznos dolgot leír, és magát, Jézus Krisztus apostolát, mert a manikeizmus megalapítója, Babilon apostola, ő saját magát Jézus Krisztus úgymond apostolának tekintette. Tehát Mániról van szó, ő pártus királyi családból származott, és ezt nem ő maga mondja, de a perzsa forrásból így ismerteti ez az Al-Biruni nevezetű, tényleg korának legnagyobb polihisztori jellegű tudósa. Isten küldöttei időről időre bölcsességgel és csodatettekkel jelennek meg. Egyik évszázadban fellépésük egy proféta révén történt, mint amilyen Buda volt India földjén. Egy másikban Zarathustra által Perzsia földjén. Megint egy másikban Jézus révén nyugatvidékén. Tehát itt már érzékeltet valamit, hogy tulajdonképpen a keresztény vallás nagyon kötődik egy bizonyos égtájhoz, és nem azért nem keletet hangsúlyozza, hanem mindig ott kell segíteni, és mindig ott van a legnagyobb baj, ahol tényleg a baj felüti a fejét. Tehát Buda idején meg lehet kockáztatni, hogy az emberek túlnyomó többsége egészséges volt. Tehát épp testben, épp lélek. Az ő pályafutásán is vannak csodálatos gyógyítások, de annyira tényleg nem hangsúlyozódik, ahogy Jézus indulásánál. Tehát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi történik a világban. Egy adott kritikus időszakban miért nem lehet azon az úton tovább menni, amely eddig tovább mentünk, tovább jutottunk, az elődeink és az utódainkat leindítani. És kiderül, hogy meg kell gyógyítani a vakokat, meg kell gyógyítani a süketeket, meg kell gyógyítani a sántákat, és van több betegség is, de ezek általában olyan visszatérő betegségek, és felmerül az, hogy mondjuk egy adott palesztinai társadalomban, vagy bárhol a világban mindenki vak, süket, vagy éppen sánta. Hát nyilván ilyen nincsen, ezt nem kell különösebben magyarázni. De nagyon érdekes, hogy ebből a három általánosan megjelenő tételből kettő szigorúan a szellemiség világára vonatkozik. Az egyik a látásra, a másik a hallásra. És tulajdonképpen itt dőlnek el a dolgok, mert amikor úgymond kiderül, hogy ő tényleg gyógyít, és tényleg felnyitja a szemet, és megkérdezi a vakot, akitől meggyógyít, hogy hát hogy látod a világot. És akkor van egy nagyon szép pillanat, amikor azt mondja, hogy látom az embereket, mint járkáló fákat. Na most nyilván soha embereket járkáló fáknak nem fogunk látni, amúgy is vak volt, akkor hogy tudja, hogy hogy néz ki mondjuk egy fa. De hogyha most szimbológia, jelképtan vonatkozásában, ha valaki mondjuk lát, akkor látja a másikban az életfájának, az életének a helyzetét. Hogy milyen helyzetben van az élete, mert mindannyian egy életnek vagyunk a letéteményesei. És a látásnak pontosan ez a lényege, hogy az, ami élet bennem van, amit én ajándékba kaptam, ő is az életet ajándékba kapta. És nyilván felülről kapta. És ezt a belső, hogy úgy mondjam, életburjánzást, életcsodát, ha valaki látja, eszébe nem jut reményeink szerint mondjuk kioltani, vagy éppen neki menni. A másik a süketségnek a világa, ami megint most a nyelvi úton keresgélünk. A magyar nyelvben van egy nagyon szépen szép mutatós áthallás, a hallás és a halál világa felé. És amikor Jézus egy alkalommal azt mondja a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és történetesen, ha egy juhocska mondjuk eltévejeg, akkor a jópásztor elhagyja a nyájat, hogy azt az egyetlen egyet megtalálja.
És mi tulajdonképpen a kereszténységnek a kudarc története abban mutatkozik meg, hogy az alapvető tanítások valahol elsikkadnak egy idő után, mert annyira kihelyezzük, tényleg szó szerint kihelyezzük magunkból, hogy én téveigek, ő pedig majd kívülről jön, megsajnál engem, megszeret és hazavezet. Na most emlékezzünk vissza, hogy Jézus hányszor figyelmeztet, belül van a dolog. Tehát eredendően belül. És amikor gyógyít, annyira belső dologról van szó, ami természetgyógyászoknál is közhely, hogy úgy rákérdez, akarsz-e meggyógyulni időnként? Tehát itt nagyon sok dolog elsikkad, amire nem figyelünk fel. És nyilván egy keresztény vallás sokkal könnyebben maradhatott kint, mint mondjuk egy buddhizmus. Mert a buddhizmus eleve azzal indult, hogy minden bent, minden tudat, és tulajdonképpen ahogy gondolkozunk mi, olyan lesz a világ körülöttünk. És megint az egyetemesség, ezt az indián hagyomány is ugyanígy mondja. Gondoljuk végig, amikor probléma van, és mondjuk egy dakota indián elmegy a hegyekbe, úgymond látomást keresni, és böjtöl. Hát ennél nagyobb belső, hogy úgy mondjam, befelé, és nagyon fontos, hogyha befelé, akkor onnan hova vezet az út. És itt kell megtalálni a felfelé vezető utat, mert gyakorlatilag, amivel tényleg foglalkozik a buddhizmus, ez az anátuma váda, hogy tulajdonképpen mi az az, ami én. Tehát mi az, ami maradandó, és mi az, ami időlegesen a miénk. És hogyha az időlegeshez, a részlegeshez ragaszkodunk, és azzal azonosítjuk magunkat, akkor az egyetemesség az nem lesz életünk része, de nem azért, mert nem lesz életünk része, hanem nem tudtuk a szívünkbe, lelkünkbe visszavezetni. Tehát végül is egy egyszerű oka van ennek a keresgélésnek. Az, hogy viszont a halál és a hallás között mi a kapcsolat, és történetesen minden hagyomány miért vallja makacs módon azt, ha olyanokká nem lesztek, mint egy kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Hát a buddhizmuson is belül a Buddhának a gyerekkora, mit tanult, hogy tanult, egyáltalán mi az, amit megtalál a maga útján. Most más keleti hagyományokban mondok egy nevet, Lao Tse. Ezt mindenki tudja, és se többet, se kevesebbet nem jelent, mint hogy egyszerre gyerek és egyszerre öreg. Na most ez bármennyire hihetetlen, ez azt jelenti, hogy a személyiség útján, ahogy járjuk életünknek az útját, tulajdonképpen az összeköttetést, a kezdet, életkori kezdet és az életkori vég között, ez a két állapot fogja megmutatni. És bárki, ha visszaemlékezik gyerekkorára, bárki, ha megél bármilyen korszakát, észreveszi magában azt, hogy valami bennem gyerekkorom óta ugyanaz. De mennyit változtam? Hogy milyen máshogy viselkedtem, gondolkoztam kamaszkorban, érettebb korban, egyéb korban, de mi az, ami maradandóan megvan? Na most úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb kincs, amit nem szabad elveszíteni, ez az, ami tényleg mindenkinek a lelkében valahol ott van, és a gyerek az éppen bejött valahonnan, tehát fentről, nevezzük fennek, az öreg pedig éppen már eltávozni készül. Tehát ők gyakorlatilag ugyanahhoz a felső-belső tudathoz, lélekhez állnak már legközelebb, amit mi az élet forgatagában, hát egyszer elveszítünk, aztán sodródunk, de mindig igyekszünk mondjuk adott esetben megtalálni és megtapasztalni. A másik nagyon gyorsan a sántaság, hogy hogy jön ez ide. Hát nyilván mondjuk egy társadalmi életen belül nem lesz mindenki sánta. De ha tudjuk, hogy a sántaság az sok mindent jelenthet, de ha gyógyítani kell, akkor ott tulajdonképpen ritmus kérdésről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy a lélegzetvételnek, az életnek, a gondolkozásnak, és egyáltalán semminek az életben gyakorlatilag sajnos nincsen egy alapvető, egyetemes ritmusa. És megint ugyanaz a kérdéskör, tudunk-e elengedni, tehát görcsöket, vágyakat, rossz gondolatokat, hát gondoljuk végig, amikor egy Jézus azt mondja, már elnézést a pejorat, egy Jézus azt mondja, akkor Jézus azt mondja, a te tetteid követnek téged.
ezt úgy szeretjük elfelejteni. Tehát olyan a kereszténységben nincs, hogy úgy tesszük, aztán kívülről jön a szabadság, jön a mencsvár és jön a segítség. Érdekes módon mit mond ő maga? A te tetteid követnek téged. Tehát gyártjuk magunknak, úgy szokták mondani, a karmát, és ha ennek a karmának éles a karma, hát akkor mi fog bennünket mondjuk egy ilyen élethelyzetből kiszabadítani? És adva van egy mérleg, ez Szent Mihály tartja, és gondoljuk végig, és itt megint a közös gyökerek, de nem csak kelet felé, megint indián hagyományok. Tibeti buddhizmusban hányszor mondjuk a Bardo-tödolban, na itt válik izgalmassá a dolog, mert a se többet, se kevesebbet állítólag nem jelent, mint két állapot közül hallás útján való megszabadulás. Most gondoljuk végig magyar nyelven, ez pusztán úgy mondjuk, hogy hallás. Tehát neki el kell mondani, Bardo, tő, dol, két állapot közül, tehát élet és halál, tehát átmeneti lét, hallás útján való szabadulás. A magyar nyelvben ez a kettő tökéletesen egybe esik. Tehát mi van történetesen akkor, amikor ez a világ minden nyűgje baja, minden, hogy úgy mondjam, ránk rakódott dolog hirtelen megszűnik létezni, ezt úgy szokták mondani, beáll a nagy fény. Csak hogy a nagy fénynek van egy titka. Ha én senki voltam életemben, akkor mi lesz a nagy fénnyel való szembesülés pillanatában? Föl fogom-e ismerni azt, és itt jön a kemény tanításnak a lényege, és András, amit mond ez a csak tudatiskola tulajdonképpen, ezt érzékeltette minden időben, hogy rá kell döbbenni, hogy végeredményben egy lényegűek vagyunk. Pontosan azzal a nagy fénnyel. De azzal racionális úton nem lehet egyezkedni, ha olyanok nem lesztek, mint egy kisgyermek. Mint egy kisgyermek, aki gondoljuk végig, hogy mennyire esendő, ha nincs apja és nincs anyja, és elsősorban édesanyja. Hát egy embergyerek talán az emberi lét forgatagában a legjobban van rászorulva a másik segítségére. Hát egy nap alatt gyakorlatilag vége lenne. Ki eteti, ki itatja, ki pelenkázza ki, és az a hatalmas nagy bizalom, ami mondjuk egy gyerekben benne van, amit megtapasztal ebben a világban ott anyaméhen belül, és nyilván ez egy nagy titok, hogy egyáltalán egy sors hogyan indul el, és nyilván egy gyerek tudja, hogy mármint hogy honnan jött, tudja, hogy milyen szeretet segíti őt a világban, és ennél a szeretetnél, ami tényleg így kivetülve ő benne, mindenkiben úgy részlegesen megjelenik, minthogyha ebbe a nagy ős egységbe vezetne a visszaút, vagy legalábbis ebbe kellene majd alkalomattán visszatérni. De felmerül a kérdés mindig, hogy. Tehát hogy lehetséges az, hogy nem emlékszünk arra, hogy kik voltunk annak előtte, és el sem tudjuk képzelni, nekem jól képzel, legalábbis úgy merek remélni, mert sok népmesét olvastam, tehát úgy mesésen úgy bármit el tudnék képzelni. Na de mi lesz utána? Tehát tulajdonképpen mi az, hogy élet vagy halál? Egyáltalán hogy alakulnak? Mi az, ami maradandó? Mi az, ami itt marad? És megint a tanításokban a közös. Gilgamesről a hagyomány úgy tartja, hogy kétharmad részt Isten, egyharmad részt halandó. És ha a fejét naponta a Masuhegybe beleverte, akkor sem tudta azt az egyharmad halandó részt önmagában elvinni a halhatatlanságba. Tehát itt jön az, hogy én és nem én. Tehát tulajdonképpen mi az, ami részleges, ami időhöz kötött, ami buddhista példázatban olyan, mint a tutaj. De ha átmentünk a túlsó partra, a tutajt, személyiségünknek azt a részét nem visszünk magunkhoz, magunkkal. És gondoljuk végig, hogy tényleg minden benszülött hagyományok, minden vallás gyakorlatilag tanítja,
Csak jelen pillanatban legtöbb vallásnak a követői nem is tudják, hogy ezek a tanítások tulajdonképpen nekik szólnak. Most nagyon gyorsan már csak egyetlen egy ilyen villanás jellegű a közös pontoknak a keresése, mert tényleg érdem, egyszer valaki odajött a Molnár V. József iskolájába, a hagyomány műhelybe, hogy a buddhizmus és a kereszténység között, hát mert tudta, hogy mondjuk jártunk egy iskolába, úgymond, hát akkor nyilván az ember azt fogja mondani, hogy a buddhizmus és a kereszténység ugyanaz, és akkor segítsek neki. Most az a helyzet, hogy sikerült ezt a nőszemét jól elhajtani. Tehát azóta se láttam se a Jóska iskolájába, se az életbe, mert az ember úgy szóval ez nem szép dolog, amikor az ember okoskodik, hogy ez két külön vallás, az buddhizmus, ez kereszténység, akkor ne az átfedéseket keressük, hanem induljunk már el azon, amelyiken el kell indulni. Ugyanis óriási veszélye van annak alapjáraton, hogy egész életünkben nem csinálunk semmit. Miért? Mert hát minden vallás ugyanazt tanítja. Tehát az úton bizony végig kell menni. És nem mindig váltott lovakon, de az hegyre felvezető ösvényről, ha én áldan visszamegyek, megnézem, hát minden út fölmegy, akkor mikor fogok fölmenni? Tehát gyakorlatilag van egy ilyen nagyon érdekes helyzet. És nagyon érdekes az, hogy például az evangéliumokban, a tanításoknak a vonatkozásában, hát gondoljuk végig, ha Jézus Krisztus azt mondja, hogy a te tetteid követnek téged, hát minden egyházi közösségen belül egy személyes felelősségvállalásra kellene figyelmeztetni mindenkit, hogy mi nem vagyunk idegenek saját tetteinktől. Tehát a tetteink, ezt nevezik úgymond karma, banda, sorsáll egy cselekvés, nagyon szép megnevezései vannak. Tehát ezt lehet ilyen nagyon szép fogalmakba megnevezni, de emberek vagyunk. Tehát ez azt jelenti, megyünk át az életen, és tulajdonképpen ránk ragadnak a tehert. Tehát nem lehet megúszni. A kérdés az bizony, hogy hogyan viszonyulunk. És nagyon érdekes, amikor kiderül, most ez egy másfajta, majd András erre nyilván fog reflektálni, szép magyar kifejezéssel élve. Tehát a következő dologról van szó. Nagyon érdekes az, hogyha keletről szó van, most én a sláger témákat hozom elő, kiderül, hogy egy keleti vallás úgy nem tanítja mondjuk a lélekvándorlást, ahogy itt baráti körökbe mondjuk magukról az emberek hirdetik, gondoljuk arra, hogy Egyiptom milyen népszerű. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy barátunk történetesen ilyen képzett körrel rendelkezik, akkor valószínűleg volt Tutenkámon fáraó is. Tehát annyi kis Tutenkámon fáraó szaladt úgymond a világba, és akkor úgy ez mind rendben van. Tényleg bárkik bármikor lehetünk. Na de akkor miért nem szólal meg Egyiptom? Miért nem fejti meg a hieroglifákat? Tehát végeredményben nagyon sok minden öröklődik, tehát megint a kérdés. Mi az, ami ide szól, mint a buddhista példázatban a tutaj? Nagy László ezt úgy fogalmazza, ki az, aki fogában tartva a szerelmet átviszi a túlsó partra. Tehát úgy tűnik, és itt nincs nyilván különbség, hogy a szeretet az a kapocs. És mi a szeretetnek a lényege? Ez ugyanaz, amit egyébként elhangzott. Hogy szeretet, én most akár érzésnek, mert érzéssel is párosul, de akit szeretünk, az érdekes módon nem kint van valahol, hanem itt van belül. Tehát egy belső üggyé válik. Na most, ha magát a teremtőt szeretjük, akkor kiderül, hogy a teremtő nem kint van, hanem van benne éppen annyi itt bent, hogy én a hozzá vezető utat, mert ez egy vonzalom. És ezért mondja Jézus nagyon keményen, senki nem jöhet hozzám, nocsak. Micsoda szigorú szabályrendszer, ha az atya nem vonja őt. És hozzáteszi, na most jön ez a csaktudat iskola, én és az atya egyek vagyunk. Most gondoljuk végig. Tehát tényleg a lényeg nem különbözik.
de nyilván adott korban, adott helyen, adott küldetésen belül a szóbeli hangsúlyok máshova kerülnek. És egyszer csak Nikodémus elmegy Jézushoz, éjszaka megy el, és gondoljuk végig, hogy pont olyan tanításokkal, amit ma itt Magyarországon nagyon sokan keletről várnak, az ugyanúgy benne van az evangéliumokban, csak úgy sikerül tudatmódosító elméletek révén elidegeníteni tőlünk mondjuk az evangélium üzenetet, hogy észre se vesszük, hogy mit üzen. Tehát ma egy átlag ilyen beatgitáros szeánszokon love me, touch me, és gyakorlatilag szeressétek egymást gyerekek, és el van intézve a dolog, sajnos nincsen intézve semmit. Maga Jézus mondja, mondom néktek, szükséges néktek újjászületnetek. Na most az ember beleborzunk. Tehát én addig nem megyek oda, ameddig újjá nem születek? Hát miről van itt szó? És itt jön tényleg óriási segítségnél az, amit András itt végig fejtegetett, hogy mit jelent a tudatnak, az egyénnek, másokkal való kapcsolat. Tehát egyáltalán hogyan tudunk megközelíteni ilyen dolgokat. És elhangzik ez, és Nikodémus felteszi a kérdést, mert meglátogatja Jézust. Én azért felolvasom csak azért, hogy nehogy azt higgyük, hogy nincs benne, amit mondok. Következőket mondja. Bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Miről van szó? Akkor szükséges az elmélkedés? Szükséges az, hogy magamban tisztázzam? Hát az ókori misztérium vallások templomain a felirat, ismerd meg magad. Ha megismerted magad, megismerted a világot, amennyire nem ismered magad, és ezt ma úgy szokták lejáratni egyébként, most nem a buddhizmus védelmébe mondom, de általában aki kritikus szemlélettel mondja, az azt jelenti, hát ez egy önző vallás, ez saját magával foglalkozik, hát erre szokták azt mutatni. Hát eleve mit mond ő? Buddha, Dharma, Sangha. És mi ez a Sangha? Ez maga a közösség. Tehát szó nincs arról, hogy egyszerű kis, önkereső kis, idióta, individumok, nyugat-európai társadalom, mert tényleg így kezdik el beállítani. Hát könyörgöm, ha ő én ő vagyok, akkor mit jelent ez a közösség? Tehát amennyire a másikban becsülni tudom azt, ami ott van, annyiban tudom magamban megismerni azt, ami bennünk közös. És nagyon érdekes, ami itt felmerül, mi módon születhetik, mert mi az, hogy születés? Tehát nyilván ezt mondjuk, hogyan mondaná Sákya Muni? Hát a felébredés. Tehát nüansznyi a különbség, tényleg nüansznyi, archaikus népi imádságokban, magyar népmesékben. Megmondom őszintén, annak idején a buddhológiai iskolába, hát ezek voltak számomra a támpontok. Milyen érdekes, a mesehősnek ébren kell maradni. Mi az, hogy éberség? Ha egy mesehős elalszik, most képzeljük el Árgyélus királyfi az aranyalmafa tövében, nem lesz belőle mesehős. És ténylegesen, na ez a létforgatag. Gyakorlatilag ebből kell felébredni. Archaikus népi imádságok. Nehéz álom meg ne nyomjon, az én szívem el ne aludjon. Honnan szedi? Tehát honnan jönnek gyakorlatilag úgymond keresztény úton, magyar kereszténység világán belül, és mindig elmondják az imádkozók, hogy ezt templomban nem, ezt a szüleitől hallotta. Ezt a pap nem engedi imádkozni a templomba, legritkább esetben engedi, ezt egy öreg énekes koldustól hallotta. Tehát kiderül, hogy azért vannak bonyodalmak így a történelmi vallásosság szintjén. És megkérdezi Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Na most megmaradunk a felszínen. Ha tetszik, ha nem, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kereszténységtől nem idegen az a tanítás, amit népszerű nyelven úgy mondanak,
reinkarnáció. Most tényleg, hát gondoljuk végig, megkérdezik keresztelő Szent János, megkérdezik a tanítványok, megkérdezik Júdeába tőle, megkérdezik Szamáriába, megkérdezik Galileába, megkérdezik tőle Dekapolisz, 10 város nevezetű tartományba. Ki volt keresztelő Szent János? Erre nem azt mondja, hogy ne szórakozzunk már, hát te is tudod. Zakariás bácsi volt az apukája, Erzsébet néni volt az anyukája. Mit mond Jézus? Illés proféta volt, csak nem ismerték föl. Na most ez hogy van? Ez hogy van? És kiderül, hogy gyakorlatilag, amiről a kereszténységben szó van, de tényleg amikor szó van, ez az újjászületés, a forgatagnak, ez tényleg bármennyire hihetetlen, nem úgy, ahogy az evangéliumokban, hanem ott tényleg kialakulnak az iskolák, kialakulnak a tanítások, egy az egybe gyakorlatilag ez a kérdéskör fogalmazódik meg, és elmondják, hogy van az úgynevezett szanszára, ez a létörvény, ebből hogy lehet sorskereke, bárhogy lehet, meg lehetne nevezni. És mire kérdez rá Nikodémus? Bemehet az ember az ő anyjának méhébe másodszor, hogyha vén? Tehát ő maga, mint vén ember. Hogy szülessek újra? Most a reinkarnációra gondolt a mester. És itt jön a tanítások tanítása, mert azt mondja, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Most az, hogy a lélek, én most éppen tudatnak nevezem, vagy minek nevezem, tehát bizony ebben az életben úgy tűnik, pont azért, mert bennünk valami nagyon egyéni, egy, na de mindenkiben benne van ez az egyén, hogy tudjuk ezt az egy és a sok kérdést megoldani. Hogy az Isten ott, én meg itt. Kiderül, hogy bizony ez máshogy nem megy belső élmény szerzés útján. Erre a baloldali agyféltek és gondolkozás ennek a jelenségnek a megoldására alkalmatlan, és még valami, ha olyanná nem leszel, mint egy kisgyermek. Az egész keleti, tehát Sákja Muninak a, most dicsérjük itt jobbról, balról, tanításába, tulajdonképpen pontosan ez a lényeg, bármennyire hihetetlen. És újra hangsúlyozni kell, hogy ezek a tanítások mélyen fentről jönnek. Mindenhol ugyanazok. Tehát egy írókész törzsben is ugyanaz lesz a végső konklúzió, és mondjuk egy gnosztikus keresztény közösségbe, vagy Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos. Az tényleg egy olyan meditációs út, hogy az ember így beleborzong. Na most, ezt mondja, hogy nem mehet be az Isten országába. Tehát, mi az, hogy szeretet? Ha valakinek van gyereke, pontosan tudja, hogy mi az, hogy szeretet. A gyerekre mindent ráhagyni, az azt jelenti, hogy a szülő nem szereti a gyerekét. Bármennyire hihetetlen. Jézus szeret, tehát mit mond? Vigyázz, mert azon az úton, hogyha jársz, nem mész be. És azért mondom neked, mert szeretlek, és szeretném, hogyha bemennél. Ha nem szeretnélek, egy tanítás, egy mondat nem hangozna el. Tehát, következőt mondja, nem mehet be az Isten országába, ami testtől született, test az. Na, itt vagyunk a tutajos példázatánál. És hogyha személyiségünk túlnyomó része a testi funkciókhoz kötődik, gondolj, fáj a fogam, hullik a hajam, mit lehetne még? Hát mindent. Mindent tulajdonképpen. Kiderül, hogy felületünkben, és ez tényleg meghökkentő, sajnos az emberi élet olyan, és itt a halál pillanata körül éleződnek ki a dolgok, nem is tudjuk, hogy ez a halandó személyiségünk, az érzékszerveinkkel hogy és milyen módon van gúzsba kötve. Hát gondoljuk végig, amikor kiderül, hogy valaki mondjuk elmegy közülünk, vagy elválunk egy szerettünktől, vagy valakibe szerelmesek voltunk. Micsoda őrült fájdalom az, amikor kiderül valami. Na most képzeljük el a végső elvállásnak a pillanatában, milyen érzés az, amiről azt hittem, hogy van, azt hittem, hogy van. Kiderül egy pillanatra, hogy olyan módon nincs. Olyan módon nincs.
Na de akkor hogy van? Akkor tényleg hogy van? Hogy tudom magam ezt belül azonosítani a végtelen szeretet jósággal, hogyha gyakorlatilag minden egyes gondolatom, tettem, semmi máshoz nem kötődött, mint ehhez az érzékszervi topzódó világhoz. Tehát úgy tudtam magam azonosítani, és vannak ezek a csak tudatiskolában buddhista példa, én, aki járok. Most a halál pillanatában nem fogok járni. Én, aki ezt csinálok, halál pillanatában nem fogok, és akkor ki vagyok én valójában? És akkor, amit Jézus mond, hogy az Atya bennem, én az Atyában, és hogyha követtek engem, és nagyon szépen mondja, ti én bennem vagytok, én pedig ti bennetek leszek. Tehát van valami nagyon titokzatos, megfoghatatlan, ilyen átváltási pont, és végül még ezt is mondja, ami lélektől született, lélek az. Tehát ami múlandó, az úgyis itt fog maradni, ami örök, azt viszont meg kell majd találni. És ez a legszebb rész, amit mond, hogy ne csodáld, hogy azt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Hányszor mondja el gyakorlatilag, az ember megdöbben, na úgy tűnik ez a kereszténység. Ez, amikor ő azt akarja, na de ki az az ő? Most nem fogunk okoskodni. Hogy én ne halljak meg egy olyan helyzetben, pillanatban, hát minden örök, csak hát nem mindegy, hogy gondoljunk egy álomra, amikor az ember, nem tudom, hogy ki az, aki szokott álmodni és aludni, és álomképekben van, hogy mennyire gyatra az én érzékelésünk álmunkban. Na akkor mi lesz a halál pillanatában? Márpedig mindenhol azt mondják, mi a lényeg? Az álomvilágból való felébredés. Tehát úgy tűnik, hogy van egy közös álomvilágunk, ebben alszunk, ebben ébredünk, és ebből kell felébredni. És az én szívem ne aludjon el, ahogy mondja a népi imádság. De szükség néktek újonnan születnetek, a szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jöj, és nem tudod hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát nem tudjuk, nyilván ez egy magyarázat, kik voltunk születésünk előtt, nem tudjuk, hogy mi lesz velünk halálunk után, és akkor hol van az az énünk, amelyik tulajdonképpen állandó, ami igaz, ami örök. És úgy tűnik, hogy itt jön a nagy csoda, ez a bizonyos, hogy úgy kell a másikat szeretni. És még valamit mond, amikor ő azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, na de hozzáteszi. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát nem akárhogy. És ő mit mond magáról? Világ világossága. Tehát keressük ezt a közös, hogy úgy mondjam, fénypontot, és a buddhizmusban van egy nagyon érdekes, és nagyon rárímel megint erre az útra, a Maitreya Buddha. Jó. Igen. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Azt mondják a buddhisták, hogy mondjuk kétféle nézet van. Az egyik az, hogy volt az ebben a világkorszakban Gótama Sákjamuni, aki eljött, és majd eljön ennek a világkorszaknak a végén Maitreya Buddha, ő az eljövendő Buddha, aki a mindent átható szeretet erejével jön el. Na most, ami a másik fajta nézet, hogy mondják azt, hogy azért Guru Padmasambhava Buddának volt az újraszületése, tehát ő a második, de Buddának második eljövetele Guru Padmasambhava, de amikor Maitreyáról beszélnek, akkor nem őrá gondolnak. Tehát Maitreya az, aki az eljövendő, aki tulajdonképpen a messiás. Buddhista felfogásban ő egy olyan messiás féle. Hát ez egy érdekes, két irányba lehet ebben kutakodni. Az egyik az, hogy
Ugye milyen elvet képviselt Gautama Buddha, tehát Shakyamuni Buddha? Ő a belátó bölcsesség elvét képviselte. Tehát eleve az egész megvilágosodást egy tudati határátlépésnek tanította, tehát rá kell valamire ébredni, és ugye azt mondják, hogy ő gyakorlatilag Amitábha Gyáni Buddának a családjába született. Tehát ehhez tudni kell, hogy nagyon érdekes, mert a nyugati irányhoz tartozik Amitábha, és a megkülönböztető bölcsesség az a speciális bölcsesség, amelyiket ő képvisel az egyetemes Buddha bölcsességből. És ami a nagyon érdekes, hogy ehhez el kéne mondani a gyáni buddák rendszerét, hogy ez jobban lehessen ezt érteni. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan képességnek a birtokában jelent meg Buddha, amelyik a megkülönböztető bölcsesség, és ebből fakadóan jött a könyörület. Tehát ő a könyörület erejét mutatta föl a Manusi Buddhájában, ugye, akit Amitábha elvek jelentek meg Gautama Shakyamuni Buddhában, tehát úgymond ő az az emberi testben megjelenő, megvilágosodott, így mondják, hogy Manusi Buddha. Tehát ő benne a megkülönböztető bölcsesség és az ebből fakadó könyörület. De Maitreya már egy olyan sötét korszakba jön el, amiben vagyunk ebben, hogy már nem tud a megkülönböztető bölcsesség működni. És ezért már az ok nélküli könyörület az, amit ő elhoz. Tehát gyakorlatilag azt a fajta erőt jeleníti meg Maitreya, amik a minden feltételektől független megváltás. Hogy az a nép, akik mi vagyunk, hogy már képtelenek vagyunk a szenvedésből kibújni a megvilágosodás erejével azért, mert már elmélkedni se tudunk, mert már a tudatunk teljesen el... Hát, bocsánat, csak egy felmérést szeretnék végezni, hogy ki az, aki tévét néz közületek? Ki az, aki néz tévét? Mondjuk nem olyan sokan. Jó van. Szóval aki látja a tévét és tudja, hogy mi van ott, azt előbb-utóbb észreveszi, hogy a legsötétebb pszichológiai módszerekkel van az emberi tudat megzavarva, a tévé műsorok segítségével. Tehát eleve az a technológia, amivel vágják a képeket. Tehát egy másodpercig nem hagyják, hogy képes legyél feldolgozni, amit látsz. Tehát amikor például van egy ilyen előjáték, mit tudom, egy híradó, vagy valami előtti ilyen képösszeállítás, minden ilyen műsor előtt szokott lenni egy összevágott valami kis hanggal megspéket, vagy ebben a dimenzióban szól a dolog, egy ilyen hőfokon, hogy már eleve úgy szól, ez megy hangban. És hozzá meg a képek, meg így van, és miket látsz? Villadásra meglát, nem is tudod, hogy mit látsz, de azt látod, hogy lőnek, ott valaki meghal, ott a porba beesik, levágták a lábát, folyik a vér. Szóval gyakorlatilag az emberi tudatnak a határai céltudatosan szét vannak rombolva, és te neked az a rossz hangulat, amit ők sugároznak, az egyenesen megy a tudatba. Na ebben a szituációban az ember becsukja a szemét, hogy elkezdjen a lélegzésére figyelni, egy komoly, nagyon komoly ember próbáló feladat, hogy egyáltalán képes legyen a képektől egy kicsit is tisztán megszabadulni. Tehát már a fülébe ott van az újra és újra visszacsengő dolog, amit már 15 ezerszer hallott ilyen kis izéket, ilyen kis szignálok, vagy valami, tididi, tididi, és már ott van az ember, leül, becsukja a szemét, és tididi, 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 tehát be van fényképezve az agyba, be van sütve egy rakás ilyen marhaság. Na most ez, és ráadásul olyan szinten félre vannak vezetve az emberek, olyan hülyeségekre, hogy például ismerek embert, aki chipset eszik. Több embert láttam.
chipset esznek, de előtte megveszik. Tehát pénzt adnak egy olyan zacskó valamiért, ami föl van fújva levegővel, már eleve csak harmadrészig van benne bármi, és azok is ilyen kis vékony kis lapocskák, ami semmi, csak így ilyen mereven így állnak a lapocskák, és az csak tiszta só, meg fűszer, meg nincs benne semmi, és rossz a gyomornak. Tehát aki ezt megveszi és megeszi, az nem normális. Egy normális ember ételt eszik. És italt iszik. Tehát az, hogy például az ember már nem képes vizet inni. Hát az a víz, az már nem issza meg a vizet. Már állandóan vagy valami cukros lóiszét kell inni, vagy a másik már cukros. Ez a borzadály. Tehát most ehhez képest azt mondom, hogy olyan szinten félre vannak vezetve az emberek, az ösztöneik olyan szinten föl vannak korbácsolva, a kritikus tudatuk olyan szinten el van nyomva, és hozzá a vágyaik olyan téves irányokba vannak, hogy már a belátás módszerével szinte nem lehet módszert, nem lehet elérni eredményt. És erre jön Maitreya Buddha, a tan szerint, aki az eljövendő Buddha, hogy a szenvedőknek már nincs más, és akkor lesz majd valaki, aki úgymond a kegyelem erejével. A Maitreya az mit jelent? Az a feltétel nélküli szeretet. Tehát az a fajta testvériség szeretet, amit én mondtam, hogy az abból a felismerésből, hogy mi eleve testvérek vagyunk, születik egyfajta szeretet, ami megváltó erejű. Na és erre szeretném itt most a második megközelítésbe kihegyezni a dolgot, hogy ez a Maitreya Buddha, ez nem valaki más. Ha megjelenik, akkor sehol máshol nem tud megjelenni, csak bennünk. Ez a helyzet. Ha kívül jelenik meg valahol egy Maitreya Buddha, akkor kezdjünk el gyanakodni. Valamit nem jól csináltunk, hogy más a Maitreya Buddha. De képzeljétek el, hogyha eljutunk a megvilágosodáshoz valamilyen csoda folytán, akkor az a Maitreya Buddhától van. Tehát képes a tudatban lenni egy olyan erő, képes lenni a tudatunkban egy olyan erő, amely tényleg megváltó. Már nem is köthető egy konkrét gyakorlathoz. Tehát tulajdonképpen az, amit mondott a Lajos, hogy akár csak egy percnyi áhítat, amikor valami megüti az embert, ránéz valamire, és egyszer csak ösztönösen, spontán fölmerül egy megvilágosodott élmény. Mert például Isten létét azt nem lehet úgy megtapasztalni, hogy jól elmondják, hogy van az Isten. Nagyon, annyira színesen el lehet mondani, hogy van az Isten. De az semmi ahhoz képest, mint amikor az ember egyszer csak rádöbben a szívében, és bőgni kezd. Én ahányszor bevallom, hogy én ilyen sírós vagyok, egy kicsit nem látszik rajta, de tényleg, szóval én nagyon meg tudok hatódni az Istentől. És egy mozdulatban benne van. Például, amikor az úszótanyán volt Advaja Vajra, tartott egy lelki gyakorlatot egy európai buddhista mester, és az én zen tanárom, a már őszhajú dr. Dobosi Antal leborult a másik őszhajú buddhista mester elé, és kérte az áldását, és akkor az egyik őszhajú megáldotta a másikat. Hát én attól fél óráig sírtam. Persze én is kaptam áldást aztán, tehát mindenki kapott. De ez a jelenet, ez nem megy ki bennem, hogy az általam nagyon tisztelt, olyan daliás dr. Dobosi Antal zen buddhista apát, tehát egy zen közösségnek a vezető apát, a legnagyobb komolysággal összetötte a kezét és leborult a földre, Advaja Vajra elé, aki meg a legnagyobb komolysággal rátette a kezét és megáldotta, hát én itt kész vagyok. Tényleg. Szóval ez olyan, hogy én mondom, fél órát bőgtem ettől a látványtól. És így vagyok azzal, amikor megérzem az Istent, megérzem ezt a végtelenséget, ez különben akármibe lehet, és ezt nem lehet bemagyarázni, gyerekek. Ez olyan, hogy egyszer csak egy robbanás a szívben, és vége. Szóval, na ezért, és ez, gyerekek, nincs más esélyünk már. Tehát gyakorlatilag bármelyik másodpercben eljöhet Maitreya Buddha. Nem kell nagyon kihelyezni időben,
és a legjobb az, ha most bennünk megjelenik, majd valamikor, kicsivel később, ha csak nem most, mindegy, hát azt nem várom el. De figyeljetek, képzeljétek el, hogy ugye minden a tudatban van. Nincsen a tudaton kívül semmi, ezt soha ne felejtsük el. És a tudatban már van valahol Maitreya Buddha. Mert igenis van már Maitreya Buddha megcsinálva szobornak, és a Maitreya Buddhának a szív csakrája helyére a szoborba már be van rakva egy rakás erekje. A sok-sok év, század alatt meghalt buddhista lámák erekjéi, a kis gyöngyöcskék, amik a testük elégetése után a hamuban marad, ilyen kis varázsgyöngy, ami az ő megvilágosodottságának a szimbóluma. És ráadásul az élő gyöngy, mert ez a kis gyöngy lerakják valahol egy kis dobozkába, beleraknak három kis gyöngyöt, és egy-két év múlva már öt gyöngy van ott. Nem tudni, hogy szaporodnak, de szaporodnak. És akkor abból lehet elosztani, és akkor kap egy másik kolostor is. És akkor ott is őrzik egy kis etényben. És ott a megkapott három kis gyöngyből két év múlva már öt kis gyöngy lesz. Tehát ilyen csodák vannak folyamatosan a világban. Na most képzeljétek el, hogy ennek a Maitreya Buddha szobornak a szívébe benne vannak ezek a gyöngyök. De olyan gyöngyök is vannak, amelyek az előző világkorszak Buddhájától, Kásiaba Buddhától származnak. És a történelmi Buddhának is megvan ilyen erekjéje. Képzeljétek el, hogy mekkora erő az. Tehát már semmi nem állhat az utunkba, hogy Maitreya Buddhák legyünk. Mert van, már megvan támogatva az összes eddigi megvilágosodottnak, az összes eddigi tudati ereje, az már ott van egy ilyen szimbolikus szoborban. Tehát mi nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy most már semmi akadálya nincs, hogy eljöjjön. És aztán lehet, hogy ráismerünk egy gyerekben, vagy lehet, hogy egyszer csak rádöbbenek, hogy én magam vagyok Maitreya Buddha. És ezzel nem kell kérkedni, szóval nincs olyan kívánalom, hogy na emberek, ére figyeljenek, én vagyok a Maitreya Buddha mostantól, nők odaállnak, férfiak odaállnak, mindenki hozza ide a pénzét, ezt ide rakják le, nem szórakozunk. Valami ilyesmi képet láttok, akkor az nem biztos, hogy az pont a Maitreya Buddha. Na, tehát ennyi, és ő az a fajta feltétel nélküli szeretet Buddhája, ami hát azért szóval. Mert ugyanis a szeretet az feltétel nélküli. Onnan ismerszik meg. Tehát nincsen olyan, hogy feltételes szeretet, meg feltétel nélküli szeretet, mert vagy van szeretet, vagy van nekem, ami nem szeretet, hanem például kell nekem. A kell nekem, az nem a szeretet. De a szeretet az feltétel nélküli. És képzeljétek, hogy önkéntelen. Tehát igazából nem lehet erőltetni. Ott van például a kicsi fiam, elnézést, hogy példának hozom föl, de az én szeretett gyakorlásomnak az egyik legkomolyabb alanya. 3,5 éves jelenleg. És engem ő már lehányt, lepisilt és lekakált. De nem is egyszer. Tehát az elmúlt évek során. Na most már... És azért ott is vannak szagok, tehát senki ne gondolja, hogy nincsenek. És képzeljétek el, hogy imádom. Tehát én akkor is imádom, amikor épp lepisál. De ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És ezzel nem kell hozzá gyakorolni. Na, és ezt a nők mind tudják, ez a nagy buli. Tehát egy nő, amikor megszüli, na ezért a legnagyobb beavatás. Tehát itt kell tudni, hogy két külön úton haladunk. A férfiak sohasem lesznek nők, remélhetőleg. A nők soha nem lesznek férfiak, szintén remélhetőleg, és egyik jobb, mint a másik. Csak nem lehet megmondani, hogy melyik az egyik, melyik a másik. Mert innen nézzük, akkor ez, onnan nézzük az. Mert más út. Egy nő kapásból megkapja a beavatást a szülésnél. Onnantól kezdve nála már nincs kérdés, hogy a feltétel nélküli szeretetet ismeri-e. Nem tudja nem ismerni. Na de a férfinek meg kell tanulni. A férfinek nincs evidensen egy feltétel nélküli szeretetre való beoltása. Tehát azt mondom, hogy azok a fajta tudati beavatási utak, amelyeket így a
szellemi út előír, tehát ezek a gyakorlatozásos utak, ezek sokkal inkább férfire vannak méretezve, sokkal inkább a férfiaknak van kitalálva. Mert a nő igazából, hogyha van neki egy jó férfia, egy olyan, akire föl tud nézni, egy olyan, aki szellemi példa, nem pedig csak egy ilyen fokhagymaszagú, sörböfögő, cigarettaszagú disznócska. Tehát az olyat nem tiszteli, tehát amikor jön félig berúgva, fokhagymaszagúan és teledohányozva, és félig berúgva rá akar hengeredni a feleségére röfögve, azt nem szeretik a nők, arra nem néznek föl. De amikor van valaki, aki a méltóságot képviseli, van egy szellemi útja, ami ezt tartja magát, és ahol ő a családjáért abszolút mindent megtesz, de ugyanakkor még a családjánál is van neki magasabb szempontja, képzeljétek el, hogy azt a nők tisztelik. És akkor szinte azt lehet mondani, hogy maga a női feladatkör, ha ő azt normálisan csinálja, beleértve mindent, tehát az a fajta, kicsit a szűzanya a mintakép. Tehát nem kell, hogy szűz legyen, bocsánat, nem is azt mondom, hogy szűzanya, hanem az istenanya, inkább így mondom, mert egy földi nőnek nem kell szűznek lenni, az pont az a jó, hogy ő a nagy boldogasszony Máriát is tudja átélni. Ugye, tehát a Babba Máriát is, aki pedig ugye a gyerek szülőnő. Ezek különböző aspektusai a női istennőnek. Tehát egy komplex nő, az nem kell, hogy szűz legyen, sőt, de ugyanakkor végig kell, hogy a legnagyobb áldozat útján végig kell csinálnia az életét, és meg is csinálják maguktól. Tehát, hogyha egy nőnek van egy teljesen jó fejember, egy szellemi törekvő férje, akkor szerintem rendben van. Csak az a baj, hogy azért nincsenek a nők rendben most ebben a világban, mert a férfiak nem ezzel foglalkoznak. A férfiak zöme az karriert akar, és a kínos, keserves erővel próbálja a családját eltartani, miközben minden munkahelyről kirúgják, mert a munkahelyek megszűnnek, meg jobb lesz kirúgni az embert, hogy ne kell neki pénzt adni. Tehát nagyon meg van nehezítve a férfiak dolga, mert az egész a család eltartása az ő nyakába van rárakva. Ráadásul hülye eszmékkel van a feje megtelítve, tehát ténylegesen hiszik a férfiak nagy részt, hogy egy Volvo autótól boldogabbak, mint egy Suzuki-tól. És én ezt most állítom, hogy nem. Nem igaz. Tehát nekem volt már Volvom is, Suzuki-m is, és ezettől teljesen függetlenül vagyok boldog, jelenleg igaz, hogy Toyota-m van. Nehogy azt mondjuk, hogy... Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy ezek marhaság. Ilyenek, hogy... Tehát Volvo autó és Fradi, tehát ezek a téveszmék, amiket ki kell a férfiak agyából zúzni, és akkor egy fokkal jobb lesz minden. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy megvan a lehetőség ebben a másodpercben is a teljességre, tényleg, mert nincsen nagyobb teljesség, mint ami most van. Képzeljétek el, hogy ez már most pont tép teljesen az. Ez már az, nem lesz máskor az, és elmondom miért. Mert a létezés, hogy egyáltalán van-e, még az is kérdéses. Kérdéses, hogy ez az egész van-e. Miért? Mert ami már elmúlt, az nincs. Ami lesz majd, az még nincs. Egyedül az van, ami most van, de az meg már rúlik el. Hát akkor mikor, amikor épp valóra válik, akkor múlik el? Hát akkor felteszem a kérdést, hogy van-e egyáltalán. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, van, csak a létezésének a természete ilyen különös, hogy a vanásnak a szintjét nem éri el. Úgy van, hogy közben azért nincs. Ez a nagyon érdekes. És ezért ez egyrészt nagyon jó, másrészt meg nagyon rossz. Tehát az az ember, aki ragaszkodni akar ahhoz, hogy legyen tényleg valami, az újra és újra kudarcot vall, mert nem lesz soha se semmi. De még a semmivel is baj van, figyeljetek ide, még a semmi sincs. Mert hogyha azt mondjuk, hogy van semmi, az pont akkor van, amikor nincs semmi. Amikor nincs semmi, arra mondjuk, hogy semmi.
Tehát amikor van semmi, akkor nincs semmi. De azért annyira nincs semmi, hogy azt ne lehessen mondani, hogy semmi. Tehát az nem teljesen nincs. Tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy nincs, tehát mondjuk azt, hogy nem nincs. Na de attól még nem van. Tehát tényleg, a semmi egyszerre van, nincs, és nem van. És az a baj, hogy ez a valamire is igaz. Ugyanez vonatkozik a valamire. És ezzel már nagyon nagy baj van. Tehát, hogyha ma valami is van, de csak akkor, ha nincs, mert ez tényleg így van, csak akkor van valami, ha valami nincs. Mert ami nincs, ahhoz képest van az a valami. Tehát, ha valami van, az azt jelenti, hogy valami nincs. Na, de annyira nem nincs a valami, hogy azért valami ne legyen, de azért annyira nem van, hogy legyen. Na, de ebben élünk, gyerekek. Értitek? Ez nem hülyeség, ez nem csak játék a szavakkal. Ez a valóság természete. Konkrétan ez a valóság természete. Hogy egyszerre van, nincs, és nem van. Tehát ezekkel nem lehet leírni a vannal és a nincsel. Képzeljétek el. Na, és a közben ez az egész amennyiben van, annyiban a tudatban van. Óriási. Na most ezért mi következik ebből? Az következik, hogy lehet bárhogy, de csak akkor, hogyha úgy tudjuk, hogy az úgy van. Amit figyelünk, az van, amit nem figyelünk, az nincs. Ez olyan, hogyha egy fotont vizsgálnak, hogy van-e vagy nincs, és csinálnak egy fotonnyi lukacskát egy lemezen, egy árnyékoló lemezen, és azon átlőnek egy fotont. Ha nézik, akkor az történik, hogy átmegy az egy foton, és a fényérzékeny anyagon hagy is egy pontot. Ott egy pont van. De hogyha nem nézik, akkor hullámtermészetű a fény. Akkor nincs egy foton, ami átmegy, hanem olyan, mintha két lukon menne át két fénysugár. Attól van, hogy nézem. Nagyon kemény. És ez a valóság. Tehát fejtsük meg azt, hogy miért ebben a világban élünk. Miért vagyunk mi itt? És akkor lássuk be, hogy azért, mert ez nekünk tetszik. Mert akarjuk. Akarunk itt lenni, akarjuk, hogy ez legyen. A saját szándékainkat látjuk ebben a világban, és mindenki akar lenni. Ezt tessék belátni. Még a pók is akar lenni, pedig az egy pók. Pedig a pók az legyet eszik, és mégis akar lenni. Van olyan létforma, aki legyet akar enni. Szándéka van rá. És még, na jó, ezt csak azt mondom, hogy mindenki akar valamit, a giliszta is akar valamit. A csiga is akar valamit, és mi is meg ezt akarjuk, és attól vagyunk, hogy ezt akarjuk. És akkor meg vizsgáljuk meg, hogy mit akarunk mi ezzel. És ott akkor eljön a harmónia megoldása egy idő után. Csak tényleg itt ez egy bensőséges dolog. Mondok néhány gyakorlatot, jó? Mert most már elmúlt az idő, én már rég megyek haza. Tehát ez 9-nél tovább, nem kell itt maradni. De mindegy, ezt elmondom, mert szeretem az emberiséget. Ezt a pár szót még elmondom. Hogy a buddhizmus úgy határozza meg a bajok forrását, hogy a három ős méreg egymást gerjesztő módon pörgeti a szenvedések kerekét. És a három ős méreg a tudatlanság, a vágy és a düh. És ezek egymásból fakadnak. Tudatlanság az ugye a téveszmék, a tévképzetek. Na most a tévképzetekből születnek az ilyen irreális vágyak, mint hogy valakinek Maserati autója kell legyen. Tudjátok, hogy ez milyen drága? Na mindegy. Szóval ez csak azért, hogy valaki azt gondolja, hogy neki kell, hogy legyen Maserati autója, és ezért azt mind meg is teszi, ami ahhoz kell. Ahhoz nagyon sok milliót kell összeszedni. Akkor nagyon sok embertől kell elvenni annak a milliónak a darabkáit. Ez a nagy baj. Na mindegy. Tehát a vágy, a tudatlanságból fakadó vágy, és az abból fakadó düh. Miért? Mert az irreális vágyak nem okoznak boldogságot. És ettől bedühödik az ember. Na most ez a probléma, hogy a düh meg elhomályosítja a tudatot.
Tehát ott van egy még mélyebb tudatlanság, abból egy még hülyébb vágy, abból egy még nagyobb düh, abból egy még nagyobb tudatlanság, még nagyobb vágy, még nagyobb düh, és ez forgatja. Na most ez azt jelenti, hogy az a három közül a legközvetlenebbül pusztító a gyűlölet, a düh. Ha már nem lenne gyűlölet és düh a világban, rögtön már nem lenne háború. Ilyen közvetlen a kapcsolat a gyűlölet, a düh és a halál között. Tehát a gyűlölet konkrétan a másik elpusztítására törekszik. Ezért van háború. Tehát a buddhizmus úgy határozza meg, hogy a legeslegfontosabb feladat közvetlenül orvosolni a gyűlöletet. Eliminálni kell a gyűlöletet. És én ezt egyszer beláttam. Eljött a pillanat, amikor beláttam. És ekkor elhatároztam, ez évekkel ezelőtt volt, hogy én nem engedem, hogy én gyűlöljek. Nem engedem. Tehát ha bedühödök, abban a pillanatban észreveszem, és nem engedem, hogy én bedühödve maradjak. És van erre egy jó gyakorlat. Ezt szeretném elmondani. Ez egy nagyon kemény dzogcsen gyakorlat. Az a ilyen célra törő. Ugye a düh az úgy csinál, mintha ő lenne. Igaz? Tehát fölmerül bennem a düh, és olyan nagyon valóságos, mintha tényleg lenne neki valódi valósága. Hiszen érezhető. És akkor a gyakorló azt csinálja, hogy észreveszi. Tehát ez a legfontosabb, ugye itt jön az éberség. Itt jön az, hogy ne aludj el, hogy ne az álom nyomjon el, hanem maradjak ébren. Ez az alap. Mert ugye mi az álom? Hogy beleálmodom magam a dühbe. Ami arról szól, már nem arról szól, hogy bennem düh van, hanem arról szól, hogy a másik milyen szemét. És már azt rágom kint, hogy az a szemét mit csinál, és ilyen, meg olyan, amolyan, amolyan. És állandóan találok támaszt erre. Tehát igenis, ő tényleg csinálja azokat, amitől én bedühödtem. Na de ekkor én visszaveszem ezt a dolgot, és azt mondom, hogy nem. Hanem nézzük meg, hogy itt van bennem a düh. Hol? Nézzem meg, hogy hol. És akkor kezdem ezt az érzést fölkutatni. Általában itt szokta az ember nagyjából a szívcsakrája környékén, vagy itt a szolár plexus környékén érezni egy ilyen összeszorító izé. Az a düh. Nézzem meg, hogy hol van. Jó, itt van. Mekkora? És akkor nézem a kiterjedését gondolatból, hogy mekkora. És akkor figyeljem meg, hogy milyen az alakja. Hogy gömbölyű, korong alakú, vagy egy kicsit elnyújtott. Kicsit körte alakú inkább, vagy ilyen ágas-bogas. És ezt az ember nézi az alakját. És akkor nézzem meg, hogy milyen a színe. Jó, mondjuk pirosas, kicsit olyan sárgával átszőtt pirosas, oké. Na de nem változik-e? Nem lehet, hogy átfutnak rajta méregzöld villámok? Na nézzük. Nem, jó. És akkor felszíne milyen rücskös, vagy csúcsos, vagy inkább horpadásos. És miközben az ember nézegeti a dühét, hogy ilyen vagy, olyan vagy, amolyan, ilyen színű, amolyan, eltűnik. Egy ponton megszűnik a düh, mintha nem is lett volna, mint amikor egy felhő szétoszlik az égen, és nincs a helyén semmi. Képzeljétek el, ilyen a düh. Na most ezt azért ajánlom, mert be vagytok dühödve, és bementek valahova, ott majd az is be lesz dühödve, aki épp ott van. Mert ti bementek, viszitek a dühöt, és megkapjátok vissza, még felfokozva. És akkor jön az összeveszés, és a kirohanás, és a panaszkönyvkérés, meg a mit tudom én. Na ennél jobb, hogy egy ember megérzi a dühöt, hopp! Körülbelül ennyi idő alatt múlik el. De nincs. Nincs, mert nincs neki önálló valósága. Nincs neki önálló valósága. Elmondom nektek, hogy az összes érzelem közül egyre semminek sincsen önálló valósága, de az, aminek még a leginkább köze van a valósághoz, az a szeretet. Mert az a létezésnek az érzete a szeretet, a létezésről szól. Tehát amennyiben mi létezünk, mondjuk azt, hogy létezünk, annak a legközvetlenebb hozzátartozója a szeretet. És ez nem valamiféle ilyen érzés. Érzésben, mint ahogy a Lajos nagyon okosan mondta, figyelem ám, hogy fogalmazol. Tehát érzésbeli megnyilvánulása van. Van egy érzésbeli vetülete. De nem érzés. Hanem az egy sokkal nagyobb dolog, az egy tudatállapot, a szeretet.
És ez tartozik a létezéshez közvetlenül. Az összes többi az már ennek a hullámverése, módosulás. Tehát nagyon sok szeretettel kívánom nektek, hogy gyakoroljátok a düh elhárításának módszerét. Érdemes a buddhizmussal foglalkozni, mert igenis igaz az, amit a Lajos mondott, már állandóan ráutalok, mert olyan jókat mond, hogy például végig kell menni egy úton. Tehát attól, hogy most belátjuk, hogy jé, a krisztusi tanok, meg a buddhai tanok mennyire ugyanarról szólnak, meg mennyire ugyanaz a gyökerük, meg a következtetés, mégis azért valamelyiket inkább csináljuk. Tehát valamit azért csináljunk. Például egy krisztusi úton gyakorolni mondjuk az alázatot, és az imát, és a elmélkedést, mondjuk a Loyolai Szent Ignác gyakorlatos könyve alatt, az tökéletesen jó. És akkor nem kell abba belekeverni abba a gyakorlatozásba a buddhizmust. Nem kell belekeverni. Kell oldalról nézni, hogy ilyen a buddhisták ugyanezeket mondják. Az nem baj. De nem kell kavarni. Legyen egy út, amin az ember megy, és ott teszi meg a lépéseket. És közben oldalt kinézhet a másikba. Én fordítva vagyok. Én megyek a buddhizmus útján, csinálom ezeket a gyakorlatokat, és közben kinézek oldalt, és látom, hogy a ilyenfajta istenhit útja az ugyanolyan jó. És tényleg csináltam kísérletképpen, abszolút jól működött a Loyolai Szent Ignác gyakorlatos könyve. Csak mi a fenének azzal foglalkozzak, amikor én a saját gyakorlatomban csinálom mondjuk lényegileg ugyanazt. Ez, én abszolút nyitottan hagynám ezt a témát. Hagyjuk, jó. 9:30 kezd lenni. Köszönöm szépen!